uraim! Ez itt a Morning Show! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Újra az éterbe robban Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Itt a Klassz FM-en. Hop-hop. Ajaj. Nagy a baj. 6 óra múlt 10 perce, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Jani, hello Feri! Szevasztok, jó reggelt mindenkinek. Ha, gyerekek, én már lakmározom. Hullottak a disznók, tömték a kolbászt, itt van. Megnyitott a húsbolt. Az előtérbe megint. Nem, ez készáru volt. Gyerekek, húst nem hoztam. Hát meg egyelőre, mert még egyelőre hiányoznak nyilván az engedélyek hozzá, de majd idővel az is be. Hát hihetetlen, hogy megint mi van kint. Ezt küldték nektek Békés Csabáról, bár nagyon sokan azt mondták, hogy nem érdemlitek meg, mert aljas állatok voltatok velem végig. Mi kijátszottunk mindent, ha emlékszem rá. Mondtuk, hogy ott keressenek, ahol elhullott állatok vannak, kövessék a vérnyomokat. Igen, valamit a targoncával tegyenek fel az IFA platóra. Tudok mindenről. Igen, mondtuk, hogy nyúljanak alád. Mi volt? Valami ilyesmi van. Nyúljanak, igen. A magányos malacok sírását kövessék, ott kell lenned valahol a közelben. Na, hát körülbelül ez, ja. Köszönöm szépen, igazán drágák. Igen, de a pozitívokat is mondták, vagy pedig csak új barátokat, új barátokat akartak szerezni. Új barátokat. Tudod, milyen ez az ország? Még amit nem mondtunk, azt is igen, mondták. Persze. Mószerolós, felnyomós. És jót mondtak, hogy arra is, nem emlékszünk. Ezt is mondták rólad, vagy azt is mondták rólad. Ja, azt, hogy megkaptad az új kígyósért gyűrűt, és hogy menjenek el és lájkolják, és ezt is elmondtuk, 30, ezt nyilván nem mondták. Ezt egy ember mondta. Igen, annyira tipikus. De köszönjük szépen a jó akaróinknak. De küldtek nektek kaját nagyon sokat, meg bort küldtek, az bent van az asztalon, tehát mindenki gondolt rátok, aranyosak voltak egyébként Békés Csabán. Egyszer elmeséltük ezt azt a sztorit, hogyha bárhol vagy egyedül, akkor mindig megkérdezik, hogy hol vannak a többiek. Na, hát erre most rámen mindenki. Jani hát ezt mondtam mindig, Jani arra van, Balázs ez már sajnos a másik irányba ment el, itt vannak, keressétek meg őket. Igen, de akkor jó volt. Új, nagyon jó volt, szerintem még jobb volt, mint a tavalyi. A szombati töltőnap, az 600 csapat, csapatonként 5 ember, tehát az így 3000-en neki szaladnak a kolbásztöltésnek. 10-kor, 10 óra, 7-kor körülbelül mindenki az asztalon van, van lakodalmas zenekar, de ilyen jó lakodalmas zenekar, és amit el tudtok képzelni, úgy, hogy 10-kor elindultak, szerintem 70%-nyian átítatták magukat 10:30-re pálinkával, de nagyon komolyan, és este 9-kor ezek még ugyanúgy táncoltak. Tehát mindenki megcsinálta 2 óra alatt a kolbászt, leadták a nevezési kolbászdarabokat, és folyt tovább a móka estig. Nem hiszed el, akkor a sátor van, hogy ilyen irgalmatlan méretű, és csurig, de mindenkivel. Az esti koncertek óriások, hát tegnap este például még vasárnap nem gondolná az ember, hogy bármit is lehet csinálni. Kérlek szépen, Csíkzenekar, Rúzsa Bandival együtt, tele a sátor, és olyan jó fejközönség volt, hogy le a kalappal mindenki előtt. Úgyhogy így állunk, a kolbászok betöltve, itt vannak az asztalon, a szárazáruk, nektek is van, neked sajt van, Jani, nagyon azt is küldtek, meg a bor. Kuriózumok voltak, vagy csak disznóság volt, ilyen szarvaskolbász, meg ilyesmi? Szarvaskolbász nem volt, hogyha akarsz ilyeneket, volt libamájas kolbász. Nem, csak kíváncsi vagyok már, hogy miket találnak ki. Akkor csináltak áfonyás kolbászt, erdélyiek, az nagyon érdekes volt. Nem az jó hangzik. Nem hangzik hát, nem. De olyan fura, nem? Igen, tehát hogy így egyszer megeszed, de nem kolbász, hanem valami más. De egyébként nagyon finom volt, meg egy csomó ilyen, és hát a szombati zsűrizés az most sokkal finomabbra sikerült, mert ezt meséltem nektek tavaly, hogy ott a zsűri az úgy állt, hogy 10-kor elkezdett zsűrizni, 3-4-11-re a Csernusdoki saját magával beszélgetett a sátor előtt, kezelte magát, de a többiek is, tehát hogy a tavalyi zsűri az egy picit lazábban vette a dolgot, a mostaniak azok nagyon rendesek voltak ebből a szempontból. És a Csernus üvöltött magával a sátor előtt, hogy miért iszala nem bírat? Meri vagy nem meri? De ő is nagyon jó fej volt, ő most nem volt itt, de a mostani zsűri is elvégezte a munkáját, és akkor találtunk ilyen gyöngyszemeket, mint például ez az áfonyás Kolbi. Jó volt. Én szétüvöltöttem a hangomat, mert én ugye dolgoztam egyéb színpadtechnikával is, úgyhogy így. Az hallani a hangodon. Igen, kicsit megkarcolódott, de majd két nap csend, az lehet, hogy jót tenne neki. De ilyenkor mit vagy tudsz neked csinálni? Mi? Hogyha én csendben maradni? De akkor mit tudsz csinálni, hogy ne legyél ilyen, hogy is mondjam, csak ilyen kényszer szommelié. Hát mert nyilván bárhol megjelensz, akkor rögtön elkezdek csapni a vállalatot, hogy izé, Feri, ezt a kis perc, galér,
meg ezt a kicsit, bírod te azt, nyomjad még. És akkor már 60-at szóra kérdezik meg ezt azért, akkor már menekülnék el a kertek alatt. Az a baj, ha egyszer látják, hogy iszol valakinél, még ha az a legjobb barátod is, mondjuk, akinél egy ilyen fél kupicát megiszol, akkor van véged. Mert akkor már nincs jogalap arra hivatkozni, hogy ne haragudj. Igen, igen. Ha ott egyet megittál, és ez bárki látta a sátorban, már pedig a sok ezer emberből biztos, hogy lesz valaki, akkor ott véged van. Ha van tanú, akkor... Igen, mert akkor a következőnél már nem. Mondod azt, hogy figyelj, ne haragudj, 600 csapat van. Ha mindenhol csak egy fél centet iszol, az akkor is embertelen mennyiség. Náluk itt a nálam, nem? Igen. Az most az meg... Áruló vagy? Na, meg se kóstolod, azt gondolod, hogy... Elárulsz. Úgyhogy nehezen lehet kezelni a dolgot, de hát azért sikerült. Úgyhogy nagyon jó volt, de a legszebb, amiről ti is beszéltetek, az a szerda, amikor ugye október 23-a tiszteletére én átvettem a gyűrűt. Hát életem legnagyobb ilyen, olyan élménye volt, hogy ugye volt a nagy ünnepség, október 23-a, mindenki beszélt, aki arra járt, aki nem járt arra. Az is volt ünnepi műsor, és akkor utána én ezt a gyűrűt, ezt, amit elfelejtettem behozni, de hónap. Ja, mert a kolbászt hoztam meg, a sajtot, hagyjál már. Arra már gondoltam, hogy ne halljatok éhen. Persze. Az aciban van, persze. Mennyit adtak egy kilót? Már anyám bevitte csütörtökön, hogy dolgoztam. Ne, holnapra kiváltam, és akkor visszahozom. Jó, visszahozom nektek, vagy elhozom nektek, ha holnapra kiváltam. Azért jó az aci, mert rögtön be tudod vizsgáltatni. Nagyon jó, hogy tényleg aranyat. Nem értesz hozzá, nem mindig van otthon, azért nagyon király víz, hogy megnézd, hogy tényleg aranyat. És akkor lement az ünnepség, ezt én augusztus 20-án kellett volna, hogy átvegyem, de nem tudtam akkor menni, ezért most tették át, tehát csak én voltam, mert ezt mások is, még két ember megkapta, ha jól tudom, csak én mentem föl. És hát én nyilván nem szoktam megírni az ilyen köszönő beszédeket, de úgy elhatároztam, mondok négy mondatot arról, hogy igen, én innen jöttem, és ez nekem mennyire fontos volt, hogy a művelődési ház az tényleg egy csomó mindennek volt a helyszíne az én életemben, én az első 20 évemet ott éltem, és milyen jó volt, és ott ült egy csomó ember, most felmentem, polgármester úr nagy méltatás, átadta a gyűrűt, oklevelet, mindent, odaléptem a mikrofonhoz, és kb. 5 percen keresztül ezt hallották a jelenlévők. Ez nagyon vicces lehetett. Képzeljétek el, ott áll 194 centi, 115 kiló, sírtak velem, képzeld el. Egyszerűen annyira, vagyis eszembe jutott apám, aki biztos most itt lenne, érted, és büszke lenne rám, meg ott voltak olyan emberek, akik ilyen nagyon fontos, hát mindenkinek vannak ilyen mérföldkövek az életében, akik nekem annak idején nagyon fontosak voltak, és mint egy idióta hülye, érted, vagy mint egy 5 éves gyerek, akinek nem vették meg a most a legfontosabb játékot az életében, 5 perc. És mindenki hazament, és te még mindig mondjál már valami. Menjünk haza. Azzal tudod, és 10 perc, hogy kint ott a szem, és azt látod, hogy sehol senki nincs már. Valaki már nem zárja már meg rohadt életben. Sok lesz a rezsi, kapcsoljátok már a lámpát. Rám zárták már a művelődési házat. Még azt hiszem, a végén annyit bírtam, azt annyit talán lehetett, hogy anya vagy mama, szeretlek, köszönöm. És akkor ennyi. Ennyi, de hát mindegy, nem szégyellem, meg nincs ebben semmi, így alakult a dolog, nem is akartam ott megállítani a dolgot, egyszerűen így rám tört. Jó, csak amikor majd az új kigyosi harsanában akarnak róla írni egy cikket, akkor ennyit fog, bár benne van, bűhűhű, hohoho, hűhű, anya, és most idéznénk Rákóczi Ferenc ünnepi beszédét. Vágatlanul. Az a baj, hogy van róla videófelvétel. Videót is csináltak róla? Nagyon kérem a tulajdonosát, hogy az ne kerüljön ki. De elve nem ciki, vállalom mindenit. Úgyhogy ez mi van, pecsétgyűrű és? Hát oklevél. Ez az új kígyósért elismerés, tehát sajnos a díszpolgári címért még küzdenem kell. Hát nagyjából te helyezted fel a térképre új kígyóst egyébként. Tehát az elmúlt 3 évben ennyit köszönöm, ember nem beszélt. Nem kellett mondani, hogy jár. Ennyit ember nem beszélt új kígyósról, tényleg. Még Janinak lenne Lőrincér egyet, mert ez a két helyszín, ez szinte minden nap elhangzik itt nálunk. Hát hozd be te is Óbudát, hát ha egyszer. Ja, igen. És ennél van feje? Van ilyen, hogy mit tudom én, hogy olyan, mint az aranygyapjas rend, hogy egy ilyen szalagon lóg, majd egy ilyen behajlított derékban beillított disznó, vagy liba, vagy valami ilyesmi, és akkor ilyet kapsz, vagy nincsen úgy lovagrend. Van csavarva, tehát nem szalagon lóg, hanem sertésbélre. Én mondom, a díszpolgári cím van, de ahhoz még, tehát ahhoz nagy embernek kell lenni, azt nem adják csak úgy oda. Most egy kisebbet adtak, mint a maximum. Hát nem lát, fokozatok vannak. Hát te de mit tegyél még? Mit tudom én, mit? Hát mit tegyél még? Hát minden nap beszélsz róla, elmondod a szökőkutas történetet, a főteres történetet, új kígyós, tudjuk hol van. Hát
De mit kell még azért tenni, hogy megkapd a maximálisat? Hát meg ezek meg semmi nem elég. Érted. Kiszúrják a szemed egy ilyen fél rész pecsétgyűrűvel. Hát adják most oda egyből a legtetejét, nem? Érted, 500 ezer kilométer balesetmentes vezetés is. Tehát, hogy egy millió egy dolgot fel tudnál még sorolni magad mellett. A halastónak van már valami tavacskának ott bent a falu közepén? Van már valami neve? Harmadik Rákóczi Ferenc szó. De hogy tényleg? Hát ha például a halastavat még el lehetne rólad nevezni. Biztos, Szökőkút is lehetnél. Elképzelve ilyen manekem pisz kisfiú, tudod. Ne nézz oda! De egy ballal támaszkodva. Kisfiam, ne nézz oda, a bácsi pisz. Ha nem, csak a Rákóczi Ferenc, hogy hívják, Szökőkút. Van még benne lehetőség, én is úgy érzem, tehát egy szobor, egy Szökőkút és a tóneve, meg a díszpolgárság. Az azért jó, azt mondtam nektek, mert akkor ingyen van a temetés. Az jó. De szerintem az vagány. Az nagyon. Hogy akkor meg nem kell gondolom a sírhelyért fizetni, tehát ez már önmagában ezért megérni. Hát illetve akkor a valószínűleg vagy a műfáz háta mögött temetnek el, vagy pedig a polgárosi hivatalnak van saját kert része? Van, kérlek szépen, de szerintem akkor a tanásterem padlózatába kérem tényleg magam. Ott lenne a kolumbárium. Így, szépen egy ilyen faragott ugye tetővel, és akkor egy márványlapon jönnének a katedrálisoknak az alapzatába. Hát a templom az, hogy nem erünk nagyot álmodni, oda nem kívánnám magam, de lehet, hogy a tanácsterembe igen. Pedig el tudnál képzelni így szentként is. Egy szent szoborként tudod én szívedre tett kézzel. Jó, mondjuk 5 perc a halálomról beszélgetünk, ja, csak igen, mondom. Jó, hát de bocsánat. Hát, tegyük előre tekintően. Hát ennyi. Tudja, az én órám meg továbbra is megy, ugye, hát amikor elindul, már másfél óra, vagy mennyi, nem tudom mennyi ideje megy az okostelefonodon. Mindjárt vége. Érted. Ja, és még egy. Na. Mondd-e nektek valamit az a név, hogy Szaragóza Band. Hogy nem mondanám. Figyeljetek, én mikor meghallottam. Furán ondulálthajú férfiak. Igen. Én mikor meghallottam, de is tudsz egy dalt mondani belőle? Hát ha meghallom, akkor tudom, hogy ez az. Ugye? De így magamtól most nem tudnék elkezdeni. Biztos olyan Summer vagy Sunshine biztos van. Van benne ilyen is. Na mindenki így volt ezzel, megérkezett a csapat. Azt szeretném csak mondani. Nem mondod. Kész Szaragóza Band koncert volt Békés Csabán. Nem hiszed el. Őrjöngés. Egyrészt a profi, annyira jó volt a csapat. Egy dal eszembe jutott. Ez ágádu. Ezt mindenki ismeri. Szörnyű. Nem csak ezt ismered, az a baj, hogy az összeset ismered, csak nem tudod, hogy az övéké. Megérkezett a csapat, rettenetesen jó fej. Aranyosok voltak, 10-kor kezdtek, 9:55-kor így járt mindenki a színpad mellett. Rém profik voltak. Iszonyat profi. És olyan 2 órás bulit nyomtak, és örjöngött a közönség, hogy azt egyszerűen elmondhatatlan. Mi? 20-szor az akadó? Nem, van egy csomó más daluk is, amiről nem tudjuk, hogy az övéké. Várjál, keresek még egy. De nézd rá, van még egy. 77-ben kezdődött a karrierjük. Bizony, 80-as évek volt az övéké, ugyanaz az ondolált haj, ugyanazok a nagyszerű alakok, és hát embertelen bulit csaptak, és a legszebb ehhez kapcsolódó egy néni akart. Zabadak. Hát ez zseniális. De mondjál valami, még van ismerősebb is az Akadagnál. Várjál, az Zabadak, Best of Zaragoza Band, már kijöttek 97-ben. 3-számos lenne. 2007-ben megint Best of válogatás, nagyon jó. Party Mix. Rastaman. Aha. Hát ezt így nem tudom. Aiko. Azaz. Aiko. Hát tényleg. A Rémennek volt a zenéje, igen, az is jó volt. De az Zabadak az nagyon beragadt náluk, mert abból 3 lemezt is csináltak, ahogy látom. Tényleg nagyon jó. Igen. Igen, egy nyilván hálás közönség, tehát ott szinte mindegy, hogy ki. Nem? Ez nem igaz. Nem, kis túlzással azért ott egy ilyen fesztiválon nagyon sok mindenkinek tudnak körülni. Volt egy Demjén, volt egy Tankcsapda, volt egy Magna Cum Laude, volt egy Zaragoza Band, a végén ez a csík buli nagyon-nagyon komoly volt, és a legszebb... Ki volt a Zaragoza Band előtt? A Tankcsapda? És a Lukács? És most a Zaragoza Band! És a legszebb volt, egy hölgy akart autogramot kérni tőlük, és elkezdett kiabálni, hogy szóljatok nekik, én tudok németül. Itt vagyok. I am sorry. Hát nagyon nem vettem. Egy rajongó, aki szeretett volna egy autogramot a Zaragoza Bentől, és mondta, hogy ő beszélni akar velük, mert ő tud németül, és a pont látta a gitárost lejönni, és elkezdett üvölteni, hogy tudok németül. I am sorry. De így. I am sorry. Óriási volt. Úgyhogy az egész sát, hát szétrúgták az oldalát. Nagyon jó volt. Jövőre azt mondták a szervezők, hogy vigyelek benneteket. Hát mondtam, hogy Janit nehezen tudom elképzelni a 600 kulbászgyúró csapat között.
kis esélyt látok rá, tehát valamit meg kialakítunk egy ilyen kosarkot neked, hogy, és viszont téged megígértelek, mert egy fesztiválos csávó, hogy most szívesen jössz ilyen helyek. Bíztán, kínáltál? Igen, fölraktam így a testedet. Oda dobtál koncnak? Én magam el tudom képzelni, hogy felkonferálod a bakkarát. Tudsz valamit a jövő színpadon? Így van. Színpadon a bakkarát! Nem dolgozni, jól érezni. Igen, hát dolgozni nem, de egy lemenni egyébként szívesen. Gyerekkel voltál, hogy most élkülük? Nem, mert anyukám egy kicsit megfáradt a előző hétvége alatt, ezt meséltem nektek, hogy nehezen abszolválta a kétnapos kirándulás szegény, így 75 évesen, és ugyan, hogyha ők jöttek volna velem, akkor a mamánál lettek volna sokat, és már nem mertem szegény. Tehát én még egy ilyen 20 évet látok anyámba, nem akartam kinyírni ezt hétvége a szegény. Lemerültek a telepek. Nagyon komoly volt a két ördög fiókával, úgyhogy most ők nem jöttek. Egyedülös móka volt. És veletek mi van? Velünk nem sok, azt mondjuk, hogy Lőrincen nem tudsz érvényesülni, mert Csepregi odavágott, úgyhogy valószínűleg kitüntették. Lőrincen Csepregi? Igen. Tényleg? Hát akkor még egy kicsit tenned kell a pecsét gyűrűért. Meg hát azért ott van a Maksazoli is, tehát ezért ne felejtsük el, hogy nagyon erős a konkurencia. Jó Maksa híradó nélkül nem indul nekem az új év. Hát bárhol van. Bárhol van, azt mindig megnézem. Úgyhogy ott Lőrincé még tegyél oda. Egyébként nincsen semmi. Jól vagyunk. Dolgoztunk, gondolom. Hétvégén megint. Úgyhogy... Azt szeretitek. Persze, meg jó ez. Jó ez, így jó. Ez a hétfőtől szombatig, ez nagyon be tud az emberi képülni az életébe. De most már legalább vasárnap szabad. Igen. El is tudtam menni mászni. Úgyhogy igen. Megismertek, igen. Hát találtam a falnak, akkor olyan régen voltam. Nagyon jó volt. De hát ez van. Hát figyelj. Igen. Ez a show business. Mi lesz ez a Himalája, vagy mi ez? Milyen, mi ez? Van valami fotózás, trafipax, hogy nem ilyen sorba állítják, mi az? Lavina. Hát, fogalmam sincs. Lavina, nem Himalája, lavina. Ja, mindegy. Valami, most nem mindegy. Valahol van egy párhuzam. Valamit csinálnak, valamit fotóznak. Nem, van valami ilyen lavinaszerű fotózás. Erre mindenki vigyázzon. Ezt kiraknak egy állvány, fotóznak, majd 20 km-re arra megint arccal lőnek. Most ez a rafkóznak. Eleresztenek, megnyugszol, megvoltam. Megvoltál, vagy nem voltál, de biztos nem lesz újra, fölgyorsítasz, és a következő 10. kilométernél megint arcon vágnak. Hát, úgyhogy ez nem olyan műfaj, mint mondjuk a BKV-n utazol, vagy BKK, vagy nem tudom mi, a buszon utazol, és elkap az ellenőr, és kapsz egy csekket, és akkor mit tudom én, hogyha utána két busszal, vagy egy villamos, vagy egy metróba megint elkapnak, és felmutatok, kérem szépen, engem már egyszer elkaptak, akkor ma nem tovább engednek, meg. Nem, tök jó fejek, általában jó. Nem szoktak. Mert azt mondják, hogy akkor egy nap két büntetés nincs, hát a Trafipaxnál gondolom ez nem működik, hogy bocsánat, engem már ma egyszer elkaptak, akkor menjen tovább nyugodtan 130-an. Igen, csak rafkós, ugye, mert most tényleg az van, hogy elmész, és utána 10 km-re arrébb megint ott, és most valami nagy átfogó ellenőrzés lesz, úgyhogy azt nem tudom, hogy évek óta nem tudják bebizonyítani, hogy a trafipaxok miatt csökken a gyorshajtás, mert nem csökken. Akkor miért kell ez a fajta álszenduma, hogy azért csináljuk, hogy csökkenjen? De miért nem mondják meg, hogy... Hát, azért csináljuk, mert kell a lóg. Kell a bevétel. Igen, utána nem számoltam, csökken. Még hiányzik 130 milliárd. Ennyi, hát nem csökken. Igen, tehát emiatt nincs kevesebb gyorshajtó. Ezt most már tényleg mindenki tudja. Aki hülye és gyorsan vezet, az nem fog azért, mert trafipax van. Ilyenkor egyébként így, mit tudom én, ilyen 8 óra tájban, amikor kirajzanak, akkor még úgy marad valaki a Teve utcában. Tehát, ja, senki. Hogy így elképzeltek, hogy bemetek, és ha-ho! Van itt valaki? Tehát van még... 8-kor megfújnak egy sípot, ami a kezelügyébe kell, föl kell kapni, ki kell menet fotózni. Mindenki kimegy. Ha kell természetfotó, vagy a költöző darvak, vagy bármi. Összecsavar egy aktát távcsőnek, bármi. Csak fotózzál. Hogy én ezt az óra átállítást, hogy utálom, gyerekek? De miért? Hát nyertél egy órát. Nem nyertünk semmit. Dehogy nem, tegnap reggel nyertünk. És aztán kész, ennyi. Hát de legalább az. Semmi értelme, komolyan mondom, miért kell forszírozni ezt az egész rohadmányos óraátállítást. Csatlakoztál az interneten a ellene kampányozunk? Bárkihez csatlakozom kell. Ha én ezt egyszer megértem, ha nekem ezt egyszer valaki három mondatban normálisan elmondja, hogy ez mire jó, akkor nagyon hálás leszek. Hogy ennek szerintem az ég egyet a világon semmi értelme, de egész biztos vagyok. Fél ötkor, fél hatkor még világos volt. Ugye? Igen. Na most már fél ötkor sötét van. Ez miért jó? A reggeli indulás miatt, tehát amikor... De miért? Nagy tömegben vonulnak ki például a fővárosból a földekre kapálni az emberek, akkor már világos van reggel. Na akkor mondok valamit, és akkor ezt válaszoljátok meg nekem. Na.
reggel és a délután között az a különbség, hogyha fél hatkor sötét van, és következő pillanatban fél ötkor sötét van, az érint 10 millió embert. Mert az mindenki fönt van, mindenki dolgozik, mindenki munkába, vagy mindenki vezet. Többet vagy sötétbe. Reggel, ha most eddig fél hétkor lett világos, de már fél hatkor világos van, az érinti az ország egy ötödét, vagy egy hatodát, akik egyébként fél hatkor fönn vannak. Mert fél hétkor, hétkor ébred az ország, húzod a redőnyt, elkezdesz készülődni, akkor jössz rá, hogy világos van. Tehát csinálunk valamit, ami vonatkozik 10 millió emberre, és visszaállítjuk az órát, így már fél négykor az egész ország szív, és mindenhol sötét van, előbb kell lámpát kapcsolni, míg reggel egyébként az ország egyharmada, vagy egynegyed örül, mert mondjuk egy fél órával előbb világos van. Ez miért jó? Ez valaki nem, egyszerűen nem fér a fejembe. Tényleg nem értem. Hogy hol sporolok akkor, ha én most hazamegyek, és eddig fél hatkor kellett csak lámpát gyújtanom, de most már fél ötkor otthon vagyok, tök sötét van, föl kell kapcsolnom a lámpát. Ezen akkor én most mit spórolok? Hát kell korábban, hogy szoktas a szemedet a sötét. Nézd meg. Most világos van, tök jó. Tegnap vagy pénteken ilyenkor még egy kicsit sötét volt. De fél hétkor még azért nem kell föl az egész ország, sőt mondjuk fél hatkor volt világos. Az még a fél hatos kelés azért még nem jellemző az egész országra, csak az ország egy negyedére. A délutáni kicsit sötétedés... Igen, kelljen már föl mindenki. A délutáni sötétedés az jellemző mindenkire. Ott mindenki szív. Többet vagy sötétben. Rosszabb a közérzeted. Nem fél öttől, már fél négytől sötét van. Vagy fél hattól, fél öttől. Lehet, hogy ez a nyárra szól tulajdonképpen. Várjál csak, hogy nem ez az eredeti? De ha ez az eredeti, akkor, most van. Akkor miért kell nyárra hozzányúlni? Azért kell, mert akkor viszont tovább van világos. Este. És nem kell fölkapcsolnod a lámpát. Érted? Hogy azért tekerjük vissza át előre. De, nem, de nyáron is hozzányúlsz. Hát ha most ez a jó, akkor nyáron nem kéne hozzányúlni. Aha. Nem, ez a, szerintem ez az eredeti rendes, és azért adunk hozzá nyáron, hogy tovább legyen világos. Aha. Mert akkor nyáron viszont nem kell lámpát kapcsolni, vagy a franc tudja. Ha. Nem tudom melyik, hogy ez az eredeti. Valamelyik az eredeti. Igen. Akkor azt mondom, hogy ha valamelyik az eredeti, akkor miért nem lehet úgy hagyni? Ha van egy eredeti, a kettő átállítás közül valamelyikre azt mondjuk, hogy az a jó, és azt szeretjük, mert az az eredeti, akkor hagyjuk úgy. Ezek tök laikus kérdések, én tudom, de nem így van. Valamelyik valahol jó, vagy ez, vagy a másik a márciusi. Akkor amelyik jó, maradjon úgy. Hát megmondom őszintén, én örülök neki, amikor télen egy órával többet tudok, valahogy nyáron akkor ott olyan kicsit úgy de figyelj, ez az egy órával többet tudsz aludni, ez egy napig érvényes, János. Ma már nem alszol többet egy órával, mert lefekszel 10-kor, fölkezd 4-kor, ugyanúgy aludtál 6 órát. Egyetlen egy éjszaka alszol többet egy órával. Ez nem innentől kezdve nem minden éjszaka alszol többet egy órával. De neki két órája van, és az egyik szerint a régi szerint fekszik le. Ja, és az új szerint. Tehát innentől kezdve egyet szombatra, vasárnapra alszol egyel többet, és kész, ma már nem alszol egyel többet. Hárommal több szauszmarkot meg tudtam. Na jó, vasárnapra bírom. Ja, jó, de azért ez értem. Na mindegy, jó, hét után beszélünk erről, mert van itt egy kezdeményezés. Oké. Okay. Nem most spórolsz, hanem nyáron spórolsz, írja valaki. Megfejtjük ezt. Hogy állunk játékkal, János? Csak te tudhatod, mert én nem, Feri nem volt. Hát, mivel ez az első nap a héten, én úgy érzem, hogy tiszta lappal indulunk. Ne, jó, értem, de akkor mi volt múlt héten? Múlt héten behúztuk. Megnyertem a csütörtöket és meg a pénteket is. Tehát az azt jelenti, hogy ugye Egár voltunk még kedden. És akkor utána a másik kettőt, azt megnyertem. Te játszott egy legyek nagy képű. Jó, ide jó vagy. Oda tettem magát. Kemény. Meg. Nem, te tetted őt oda, hogy hagyom. Oda dobtam. Előre toltak. Na jó. Lehet jelentkezni akkor játékra. Új hét, nem teljes hét. Csak mondom, ha valaki elfelejtette volna. Tényleg elsője. Elsője van. Pénteken egy újabb munkaszüneti napfáránk. Úgyhogy összesen 4 játék van. Jó, ha valaki nagyon nyerni akar, akkor már az elején oda kell, hogy tegye magát. Fél hét múlt pontosan 2 perccel jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show. 7 perc van pontosan, 7 óra, hello mindenkinek, jó reggelt kívánunk. 0-0 jelen pillanatban zárás, hiszen hétfő van, csonka, hét, csak 4 napot dolgozunk. Yes. Úgyhogy nagyon kellenek a győzelmek, megnézzük, kivel játszunk ma reggel. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, egy hallgató és egyetlen szabály. A Morning Show arénájában Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc és Vadon János várják az új kihívókat. A csatát 4 tiltott szó dönti el. Fekete, fehér, igen, nem. Készen állsz rá? Jól gondolt meg a válasz. Halló, jó reggel! Sziasztok! Hello, Rebeka! Hogy vagytok?
Rebecca. Egy régi szép dal jutott eszedbe. Uchlin Benedektől. Uchlin Benedek, tényleg. Rebecca, honnan hívsz minket? Hello. Budapestről, a 18. kerületből. Ó, hát köszönöm szépen, hogy megint telefonált valaki Lőrincről. Hihetetlen. Nagyon büszke vagyok rá. Ennyire kötöttök a műsorhoz. Tényleg, nem múlik el hit annélkül, hogy Lőrincről letelefonál a valaki. Ez majd el lenne zsírozva, hogy te is ilyen díszpolgár legyen, megkapd a pecsét, Gyuri. Igen, kezdjük el tolni. Igen, kezdjük el tolni. Igen. Rebecca, a munkában vagy a suliban, vagy hova? Nem, szünet van szerencsére. Már miben? Munkában vagy a suliban? Őszi szünet. Suliba. Őszi szünet. Egész héten? Igen, és ma van a születésnapom. Jó, Istenem. Hát ne gondoltad meg, kegyelmezünk. Ha kivel szeretné játszani, Rebecca? Hát Janival, mert Jani volt a volt szomszédunk. Jani volt a volt szomszédotok? Hol? A Halomin? A Halomin, igen. Aha, na azért, mert egyébként nem emlékeztem volna. Tényleg a Halomin. Illetve emlékeztem volna rá, hogyha a kertes részből. Ott a Halomin van egy ilyen négy emeletes. Jó szomszéd volt? Nem hangoskodott? A panelsor? Nem. Rendes jó volt? Fej voltam. Csöndes? Azt nem mondta, csöndes, hogy jó igen. Fej volt, egy csöndes. Jaj, de jó, ez soha nem volt semmi kiribó esemény a Janival kapcsolatban? Valami bordibálás, malacvágás, sajtfüstölés? Semmi? Nem. Csak a rohadt metál. Nem volt olyan, hogy fél pucére üvöltöttem lent az udvaron a kezemben egy 10 literes marmonkanna tablettás borral, hogy gyertek le, ha bátrak vagy. Semmi, semmi, nem csinált, Rebecca. Nem tudok arról. Na. Mennyi idős vagy, Rebecca? Most lettem 13 ma. 13. Jól van. Na, a játékban ennél egy kicsit több kell, hogy ne legyél passzív. Jó? Viszonylag keveset beszélsz, ami most még nem baj, de a játékban ez már az lehet. Mehetünk? Igen. 3-2-1, tessék! Felköszöntöttek ma már, Rebecca? Már köszöntöttek szombaton. Anyuka? Apu? Mindenki. Családtagok? Családtagok, akik. Rebi! Szép volt, Jani! Te egy hűs vagy, János. Múlt héten kettő, most ezt a hetet így nyitni. Ezt a három napot már megcsinálja, nem? Ja, ne állj meg! Szerintem egyenes út a díszpolgársághoz a heti négy nyerés. Rebecca, éreztem én már az elején, valahogy olyan kis szótlan vagy, olyan kis nehezen szóra bírható vagy, éreztem, hogy baj lesz. Hát... Jól van, ugyan, akkor jó, Rebecca, látod, köszönjük látod. A játékot, puszi neked, vigyázz magadra, szép reggel. Jó, oké, köszi, sziasztok. Szia, szia, napot. Na, ennyi. Há, ennyi. Megindultál. Kapsot kapott a fiú. Hol, hát csak halk volt, persze. Várjál, figyelj, hangos. Jaj, nagyon szépen köszönöm. Ah, most a jó. Jól van, megindultál. Ja, igen, most itt lassítanék, fékeznék. Vidd végig, igaza van a Ferinek, vidd végig a hetet. Ne álljál most már meg. Oké, na jól van. 3 perc van pontosan 7 óra. Jó, most már szerintem odaadtunk a létező az ország összes nyomtatóját, meg mindenét. De ennek ellenére természetesen lesznek még játékok, lehet jelentkezni, de plusz ajándékok most nem. Ugye? Nem. Most nem. Nézem, de nem. De nem. Kicsit még nekem is vissza kell állnom. Kicsit még neked is, igen, vissza kell szokni. Oké, nézzünk gyorsan egy-egy közlekedést. M7-es 42-es kilométerénél készülnek most jelen pillanatban fotózni. Budai Alsórakpart még jó, hogy jó, írja Gábor. Nagyon jó. És trafiznak az M3-as autópályán Miskolc felé a 124-es kilométernél. Kolyó és Töki küldte ezt nekünk, köszönjük szépen. 2 perc van pontosan 7 óra, jövünk a hírek után. 7 óra múlt 9 perccel, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Jani, hello Feri. Hello. Újra együtt hárman. Feri megérkezett. De megám. Megám, mi is itt vagyunk. Úgyhogy kiegészültünk. Vörösváron a csobánkai elágazás előtt rendőrök irányítják a forgalmat, az okát sajnos nem tudom, a torlódás viszont érzékelhető, a solymári elágazásnál ismét dugóban. Ezt Szilvi küldte nekünk. Aztán már nem trafiznak Nyíregyháza felé, elvitte őket a lavina. Üdv, Laci! Köszönetet szeretnék mondani Ferinek a hétvégi műsorvezetésért, és volt az a pálinka mennyiség, hogy még az ének tudása is tetszett. Hát, de drága vagy! Köszi, jók voltatok, ti voltatok jók. Igen. Hogy elviseltetek.
Nem hiszem el, Feri, hogy már megint úgy berúgtál hétvégén, hogy le akartad lőni a fagyi árust új kígyóson. Kérlek szépen, nem. Nem is voltam új kígyóson. Ezt nem mi írtuk, nem. Nem mi mondtuk ezt. Ki ez a kedves? Oké, tessék, mindenki engedje szabadjára a fantáziáját. Hol látta, mit csinált Feri az elmúlt 4 napban? Jó? Lehet írni. Kérlek, ne erősítsük. Hol volt, mit csinált Feri? Jó? Adás után akartam erről beszélni veletek, hogy kérlek, ne. A humorra rendelkező, humorra élő hallgatóink érteni fogják, hogy erre milyen üzeneteket kell küldeni. Mindent elhiszünk, minden SMS-t elfogadunk. Hol volt az elmúlt 4 napban, és mit csinált Feri? Ki mit látott, arra mit tapasztalt? Jó? Jöjjenek az SMS-ek. Ne szabjatok határt az aljasságnak. 0-76-00-00. Így van, tessék szabadjára engedni a fantáziát. Hol volt, mit csinált, kivel volt az elmúlt 4 napban Feri? Természetesen minden egyes SMS bizonyíték erejűnek számít, és bizonyító jelleggel lép fel majd a tárgyaláson. És én barom etetem, érted? Tehát hozok neki reggelit. Így van. És átbaszúr. Hol volt, mit csinált, kivel volt? Jó? Mi hiszünk nektek, ti vagytok a mi hallgatóink, értetek vagyunk. Amit írtok, az szentírás. Állítólag ott volt 100 000 ember, mi nem járunk annak utána, majd ha most jönnek az SMS-ek, hogy az, aki írt, az valóban ott volt. De mi azt elhisszük bizonyító jelleggel. Jó? Hol volt, mit csinált, milyen állapotban volt? Bármi. Bármi, amit láttatok az elmúlt 4 napban. Ó, R. Filip azt írja, hogy 1 000 000 voltak. Ne, 2 000 000 akkor 2 000 000. Na, kedves Balázs, ha most az óraátállításról akarsz beszélni, esküszöm, elkapcsolom a rádiót. Miért nem nézünk szembe a tényekkel? Hogy az ország 80%-a tekeri, mert rákényszerítették, de egyébként nem tudja, hogy miért tekeri. Kicsit utálja, kicsit gyűlöli, kicsit szorong tőle, és az ország 80%-a el se tudja mondani valójában az értelmes magyarázatot a tekerésre, nem? De van rá. És azért vagytok idegesek, és azért vagytok frusztráltak, mert tudjátok, hogy valami olyanról beszélünk, ami benneteket is idegesít. És egy olyan dologról hallasz a rádióban, ami már eleve idegesít, akkor még idegesebb leszel. Hogy van-e rá magyarázat? Van rá rendes magyarázat? Te vagy a szaki. Te tudod ezt. Szaki benne, azt tudom, hogy ez a téli a rendes. Állítunk egy-egy nyáron, hogy ott, tehát hogy ott tudsz takarékoskodni, a nyárival takarékoskodsz, nem a télivel. A téli az a normális, így kéne kinézni a dolognak, és annó valaki kitalált, hogy akkor tovább lesz világos nyáron. Vagy hamarabb világ, nem tudom. Hát tovább van világos. Tovább nyáron, világos, ugye, hát fél 9-ig is akár világos lehet, aztán elkezdenek rövidülni a nappalok, és akkor egyre rövidebb. És megtakarít azt hiszem valamilyen egy városnak a napi energiaigényét. Így van, egy közepes méretű magyar városnak, az nem rossz. Nem rossz dolog, hogy mennyit veszítesz vele, azt ugye nem tudom mellé tenni. Tehát, hogy egyébként a megzavarodott. Jó, most leszek a direkt hülye, jó? Kedves hallgatók, nem vagyok ennyire, csak eljátszom. De jó. Közben előszeretettel teszem. Ha most van egy eredeti, ami jó. Aha. Akkor miért nem marad úgy? Mert úgy még jobb nyáron, ha áttekersz egyet. Egy órát, mert tovább van világos. Nem kell felkapcsolni a villanyt. Kint ülhetsz még 9-kor is. Az oké. Okay. Az ott akkor nyáron jó. A nyáron jó. Nyáron jó, de a téli az eredeti. Tehát a télihez képest állítunk. Tehát van valami, ami jó nyáron, de mégis állítunk egyet télen. Tényleg fölkötöm magam. Ne. Hát csak ezért, ne, ha mellé tudsz még valamit állítani, miért fölkötöd magad, akkor hajrá, de... És most hol a spórolás, ha már fél 5-kor lámpát kapcsolok, amit eddig csak fél 6-kor kellett? Hát de nem most spórolsz, nyáron spórol. De ha nyáron spórolok, amit most elbukom, akkor hol a spórolás? De nem most már fél 5-kor sötét van, eddig fél 6-kor volt sötét. Tehát fél 5-kor már többet töltünk sötétben. Aha. Tehát rosszabb az emberek közérzete, többet vagy sötétben. Ha te 9-kor lefekszel, és fél 6-kor van csak sötét, akkor 6-tól 9-ig vagy sötétben. Ha te 9-kor lefekszel aludni, de már 5-kor sötét van, akkor egy órával többet vagy sötétben. Tehát sokkal rosszabb a közérzeted. Na? Aha. Kedves felperes, ezt mivel magyarázza? Ha megfogtál. Ugye? Visszavonom a vádakat. De nem, hát akkor tényleg, hát... Tudom, a téli az eredeti, és az lenne nyáron is. Tehát a téli az eredeti, én ezt tudom. Igen, tehát azt kéne csináljuk akkor, te szerinted, hogy a nyári legyen télen is. Ugye? Igen. Mert akkor télen is tovább van világos. Nem, elég erős lábakon áll az évrendszer. Tehát ha nyárja jó, akkor hagyjuk úgy. Igen. De ez a jó, ami most van. De azt meg nem lehet csinálni. Ez a jó, ami most van? A Feri azt mondja, hogy a nyári a jó. Nem. Ez a jó. Ezt mondom, a téli, értve nem jó. Ez az eredeti. Ez az eredeti. Tehát a Greenwichhez képesti plusz egy óránk, az most van meg. Akkor miért nem toljuk el magunkat egy órával arrébb az időzónában? Hogy 2 órával legyünk távolabb? Hát akkor teljesen egyértelmű. Tehát te hoznánk egy döntést, hogy Greenwich plusz 2. És akkor a Greenwich plusz 2-höz nem kéne ide-oda állítgatni, hanem mindig plusz 2 lenne. Érted? Tehát akkor az lenne a megoldás, hogy eltoljuk egy kicsit arrébb magunkat. És akkor plusz 2 van mindig, és nem kell állítgatni. Mert hogy mi történik most? Ugye azt mondják, hogy na jó, de milyen jó, de előbb van reggel.
vagy előbb világosodik. Erről ugye beszéltünk egy órával ezelőtt. Igen. Most szerintem most már mindenki öngyilkos, aki ezt hallgatja. Más én sem. Már nem tudom követni, most én elengedtem. Nem azt... Egyébként többen írják Feri Szabad Kigyósról, hogy a hétvégén azt mondtad nekik, hogy előre kell állítani egy órát. Többet aludhatunk, és csökken a rezsi. Most ez hogy jön ide? Miért kell nekem politikai üzeneteket beadni a kezemben? Ja. Csökken a rezsi. Hát most... Hát azzal, hogy igen, kevesebbet kell... De nem kell kevesebbet világítani. De miért csökken a rezsi? Hát ha 17:30 volt eddig sötét, igen. És én otthon vagyok délután 3 órától kezdve, de nekem 3:30-6 között még nem kellett lámpát fölkapcsolnom. De most már 17:30 is sötét lesz. Vagyis föl kell kapcsolnom. Akkor mitől csökken a rezsi, ha én többet használok el mostantól kezdve egészen tavaszig? Tehát, de nem jó, közelíted meg. Ne, csak kérdezem. Hát de mondom, de engedd el a télit. A télivel nem tudsz mit csinálni, mert az a konstans, tehát az a jó, az az állandó, az a korrekt. Mondom, hogy el kell tolnunk az időzónát egy órával. Az egy másik, tehát hogy 2 órával kelljen a Greenwich-hez képest, az egy érdekes felvetés, csak már megint akkor keletre megyünk. Megyünk a többiek után. Igen, valaki ennyit kérdez, csesszétek meg, nem akkor kapcsol valaki lámpát a sötét volt. De ilyesen hát jogos. De hát én is ezt kérdezem. De nyáron, amikor ugye, amikor előre kell állítanod az órát, igen. Akkor takarékoskodsz. Akkor takarékoskodsz. Hmm. Mert ugye nem kell feloltanod a lámpát. És valaki egyszer kivonta a pluszt meg a mínusz, vagy csak azt mondták, hogy nyáron ennyit spórolunk meg, és az tök jó, de kiszámolta valaki azt, hogy télen egyébként meg mennyivel többet használunk? De nem használunk télen többet, mert hogy ez a fix, tehát hogy ez nem nyúlunk, ez nem számít, ez van. Ezzel nem kell foglalkozni. Nyáron, amikor előre állítod, akkor viszont elviekben nem kell felkapcsolnod a lámpát, vagyis csak 1 órával később kellene felkapcsolni, de akkor meg már világos van. És akkor miért nem marad? Mert hogy olyan napszakok, tehát az van, hogy hosszabbak a nappalok, és ezért. Jó, és akkor miért nem marad úgy nyáron? Miért nem maradunk úgy? Miért kell ehhez az eredetihez visszaállni, ha az jobb, és ott hosszabbak a nappalok? Hát mert ez a kötelező. Tehát akkor mi a megoldás? Hogy egy órát lépnünk kéne az időzónában, és megvan oldva az egész. És akkor nem is tehát ha visszaállítunk a Greenwich plus X-hez, ami most van, lépnénk egyet keletre, aha, tehát plusz akkor 2 lenne. Plusz 2 lenne, akkor nem kellene a téli időszámítás. Ez nem az óra átállítása megoldás, hanem azt mondjuk, hogy köszönjük szépen Greenwich plusz 1, nekünk az nem kell Greenwich plusz 2, és abban a pillanatban marad az, ami nyáron van, azt visszük át télire, és nem 17:30 lesz sötét, csak 17:30. Érted? Tehát akkor megint hülye a rendszer, tehát ez sehogy nem jön ki, nem? És akkor nem kéne tekerjünk. Nem kell tekerni. Aha. De akkor legyünk mi az első ország Európában, sőt a világon, aki bojkottálja a saját időzónáját. És akkor maradjunk továbbra is a nyári időszámításban. Ennyi. Jó? Hát az a baj, hogy az egész vonalat akkor át kell állítani. Már 4:09 volt 3 perc. Viszont átvallásra, szevasztok volna. Hogyan rohadt az idő a kutyafáját? Na, itt van egy hallgatónk a vonalban, Gábor. Hello Gábor, jó reggelt kívánunk! Sziasztok, jó reggelt kívánok a hallgatóknak! Anna azt írja, állítólag te ehhez nagyon értesz, és te ezt nagyon tudod, és vannak javaslataid, hogy lehet ezt megoldani. Hát igen, így van. Hát nekem is hasonló gondolataim vannak, mint amiről éppen beszéltetek. Ugyanis én is jobban szeretem azt, amikor délután, amikor hazaérek például a munkából, akkor utána sokkal továbbban világos, mert akkor sokkal több mindent tudunk csinálni. És lehet sportolni, lehet gyereket sétáltatni, lehet nagyon sok mindent csinálni. És gyakorlatilag én ennek okán egyszer csináltam egy számítást, és elkezdtem egy kiszámítgatni egy szabadidőmben, hogy most ez jó-e nekünk, amiről beszéltetek, hogy abban az időzónában, amivel vagyunk, hogy ez most az a megfelelő, vagy lehet ennél jobb. És képzeljétek el, hogy arra a következtetésre jutottam, először is, hogy az óraállításnak tényleg van az a hatása, amiről mért adatok alapján beszél a magyar villamos energiaelasztó, viszont arra jutottam, hogyha a mostanihoz képest 1 órával előre tekernénk, azaz reggel egy picit később, tehát hogy mondjam, reggel az emberek nagyjából akkor kelnének föl, amikor a nap felkel,
akkor viszont este, minden este az év minden napján egy órával hosszabb, világosabb esténk lehet. Na jó, de nem tudsz mindig, tehát te mondjuk általában az emberek kelnek hétkor, most mondtunk egy átlagot. Igen. Akkor igen? Az érted, az nyáron világos, télen sötét, tehát nem tudsz mindig akkor fölkelni, amikor a nap, mert akkor nyáron hajnali 4-kor kelnél. Ez így van, és pont ez a probléma, hogyha visszaemlékeztek arra, hogy június végén mi van, mert akkor durván 4 órakor elkezd világosodni, 3:45-kor van a napkelte, és utána az embereknek a többsége még alszik 2 órát. Viszont este 3:49-kor lemegy a napnyáron. Vagyis? És utána még mindenki világít még 2 órát. Igen. Tehát ezen nagyon tisztán látszik az, hogy nem vagyunk a megfelelő időzónában. Sokkal jobban járnánk, hogyha előre tekernénk az órákat 1 órával, azaz időzónát váltanánk, ahogy mondtátok ti is. Ami nyáron van eredetileg. Igen, azt tartanánk meg. Nem. Nyáron is 1 órával több lenne. Tehát megtartanánk az óraigazítást, de 1 órával több lenne minden, az év minden napján, mint ami most van. Tehát a Greenwich plusz 2, nem? Tehát így van, a Greenwich plusz 2 időzónába kerülnénk be. Azt mondtam. És ezzel nagyon-nagyon sok, tehát ezzel pénzt tudnánk megtakarítani, mert körülbelül az én számításaim szerint még 6,8-7 milliárd forintot tudnánk megtakarítani, viszont ami sokkal fontosabb, hogy az esték lennének hosszabbak az embereknek, és ezáltal lehetőséget adnak arra, hogy több mindent csináljunk, egészségesebbek legyünk, több D-vitamin termelődjünk. Tehát a Greenwich plusz 2 lenne a megoldás, tehát a nyári időszámítás az még 1 óra, és onnantól kezdve akkor plusz 2, tehát mondom, hogy így az időzóna rossz, ahol vagyunk tulajdonképpen, és az egész téli hülye átállítgatás 4:30-kor sötét, ez nem lenne. Így van, de azért azt nagyon fontos megjegyezni, hogy az időzónákat, azokat a földrajzi vonalak mentén osztották fel eredetileg, viszont az időzónáknak a keleti oldalán vagyunk, ami nem az előnyös oldala. Tehát, hogyha valaki járt például Nyugat-Európába, Párizsba, Franciaországba, Hollandiába, akkor ők ezt megtapasztalhatják, ezeket a dolgokat, hogy ott sokkal hosszabbak az estét, tehát az időzónának, úgymond a nyugati oldalán sokkal jobb az embereknek, hogyha ott élnek. De mitől jobb ez? Sokkal élhetőbb. De mitől? Hát például azért, mert... Bocsánat, tehát Franciaországban nem azért jobb élni, mint Ukrajnában, mert ez keleten, vagy érted, mert ott ennyi az idő, ott meg amennyi. Azért ez is számít, hogy az embereknek mi jut például munka után. Tehát, hogy hadd mondjak egy példát, hogyha húzol egy képzeletbeli vonalat 8 óránál, és este 8 óránál, és megszámolod azt, hogy a most nálunk az évnek hány napján van világos, azaz napnyugta este 8 óra után, akkor idén 101 nap lett volna ez a szám. Viszont, hogyha a GMT plusz 2-ben lennénk, akkor ez 166 nap lett volna. Ez bármelyik hallgató könnyen ellenőrizheti. Ez 65 nap különbség, tehát 65 nappal hosszabb, több lenne az az idő, amikor este 8 után még lehet valamit csinálni. Sétálni, futni, kimenni a kertbe, akármit. Egy időzónán belül ennyit jelent? Egy időzónán belül, ha nyugati meg a keleti részén raksz, ez ennyi napot jelent? Így van, hát például Magyarország és Nyugat-Európa között körülbelül 1 óra az időeltolódás, ami a napkeltét illeti. Tehát annyival később kell a nap. Tehát tulajdonképpen a kelet-európai időzónába kéne tartoznunk. Így van. És hasonló megállapításra jutottam. Tehát ez lenne a jó megoldás. És akkor nincs ez a kétszeri állítás, ez se jó, így se sporulunk úgyse, hanem egy kicsit kitolni ezt az egészet. Ennyi. Ez a megoldás. Én úgy gondolom, hogy az óraállításnak van értelme, és ezt ahogy mondtam, a magyar villamos elosztónak az adatai igazolják. Tehát, hogy itt egy kisváros éves költségvetésének a 7 milliárd forintnyi összeget tud a lakosság megtakarítani azzal, de hogyha például azt mondanánk, hogy jó, akkor hagyjuk el a nyári óraállítást, akkor abban az esetben az történne, ami most volt idén nyáron körülbelül, hogy 3:49-kor lemegy a nap, és utána még 11-ig általában, amikor az emberek lefekszenek, még mindig csak 2 órát világítanánk feleslegesen lámpával. Viszont, hogyha áttérnénk a GMT plusz 2-be, és megtartanánk az időzónát, illetve a nyári óraigazítást, akkor abban az esetben nem esnénk ki az egész világ által használt óraigazítás rendszerből, tehát meg lennének ezek a megtakarítások, viszont nyáron akkor 3:40-kor menne le durván a nap, a június végén, amikor a leghosszabbak a nappaloknak a hossza. A reggeli napkelte az olyan 3:40-6 körül lenne, megint közelebb lenne az embereknek az életritmusához. Ez nagyon jó. Tehát, igen. Logikusan hangzik.
És így nem lenne annyira zavaró például az, hogy állítjuk, mert valójában nem az óra igazi, én sem szeretem, hogy állítjuk az órát. Persze, volt már, de nem ez átlépett? A probléma, volt hanem, már... hogy nem jó helyen vagyunk. Igen, volt már, aki átlépett? Tehát olyan ország, aki azt mondta, hogy köszönjük. Ó, hogyne, persze. Hát a közelmúltban azt hiszem, hogy tavaly volt Ukrajna, aki például, ha jól tudom, eltörölte az óraigazítást. Aztán ők visszaálltak, ha én jól tudom. Hát mert rájöttek, hogy nem, hogy hasznos. De például volt egy érdekes dolog, hogy Samoa 2011-ben egy egész naptári napot kihagyott, és ő így átkerült a dátumválasztó vonal egyik oldaláról a másikra, hogy jobban tudjon kereskedni Ausztráliával és Új-Zélanddal. Tehát ez az országoknak a döntése. Hogy mi hol vagyunk. Figyelj, naponta mennyit számolsz, vagy mennyit foglalkozol ezzel? 8-10-12 órát ültél, mire erre így rájöttél, Gábor? Mert azért ebben van egy pár év. Úgy érzem. Így van, én ezzel 2-3 éve foglalkozom. Picit rá vagy érekadtam. Tehát, hogy így szabadidőmbe foglalkozom ezzel, és így amikor én ezt legelőször kiszámoltam, így megdöbbentem, hogy úristen, ezt senki nem számolta ki, hogy ez 7 milliárd forint lenne az embereknek. Csak nekem, hogy van ez? Mivel foglalkozol egyébként? Én mérnök vagyok, telekommunikációval mindent foglalkozom. Tartunk. Ja jó, akkor mindent értek, hogy közben ez a hobbit, hogy ilyeneket számolsz. Igen. És nagyon jó, és nagyon örülnék neki, hogyha ha ezt a dolgot ezt meghallanák olyan emberek, akik döntési pozícióban vannak, és ki tudnák vizsgálni ezt a lehetőséget, hogy ennek tényleg van-e. Mert ne az legyen, hogy egy ember mondja, hanem tényleg kerüljön oda a gazdasági szakembereknek, a földrajztudósoknak a véleménye, mert ők sokkal alaposabban ki tudják ezt a dolgot vizsgálni. Nagyon jó lenne, hogyha egy pozitív eredmény lenne, mert az emberek... Picit rá vagy erre csúszva, de jó. Igen, kicsit úgy érzem, veszőparipád ez, Gábor, de kell, nincs ezzel baj. Meg kell találnod a megfelelő embert, aki ezt támogatná. Mondjuk a Magyar Ezen Tudományos vagyok. Akadémia aulájában szerintem reggelenként így zaklassál ilyen nagyon komoly arcú, sakálatszerüleges embereket. Legyen szíves, egy pillanatnak. Egy kicsit van egy ötletem, pár milliárdot lehet vele spórolni. A fiatalembert vezessék ki ma is. Igen, ma már ötödszörre. De nem, egyébként támogatom, mert én is ezen gondolkoztam. Egész hétvégén ezen kattogtam, mi a fene értelme van ennek. De ezt meg lehetne csinálni, mert ugye most a sávosan van felosztva a világtérkép. Első sáv az ugye a Greenwich, plusz egy. Tehát meg lehetne azt csinálni, hogy a mi sávunkból mi így kikarcoljuk magunkat, és hozzácsatoljuk a következő. Kicsit a kelet-európai. Nem sokára jönnének a környező országok is hozzánk utána, mert ők is rájönnének, hogy nekik is jó. Igen, valaki azt és pont ezért kéne egy kis felkészülés erre, hogy adott esetben egyszerre csináljuk. Okay. Az is jó lenne. Gábor, köszönjük szépen, nyugi, jó? Köszönöm. Köszi. Ciao. Hello. Valaki azt kérdezi, megkerült Szász Marci? Igen. Na, ugye? Hogy azért ezek a kérdések, ez nem annyi, nem, tehát, hogy érted? Tehát van az ember jó néha a hülye, mert olyanokat kérdezel, ami akkor másban is felmerül. Szerintem ilyen kérdések tényleg így az MTA-nak az ebédlőjében, vagy kávészünetekben így megbeszélgetnek, röhögnek rajta, egyet aztán visszamenek dolgozni. És most nézze meg ezt a 4000 oldalas tudományos kimutatást, amit írtam. Amit spórolnánk, igen. Reggel még 8-kor sötét lenne? Nem áll, és ha reggel akarok világosban élni, és az idősek megörülnek, hogy 3-4-10-kor még világos van télen, meg reggel még sötét. Hülyesség, írja egy hallgató. Egyébként ez is igaz, hogy télen például akkor 9-kor lenne világos reggel. Zavar. Hát de ha tovább van világos este, hát akkor inkább legyen egy órával tőlem. Igaz. Éreztem, hogy Moszkvában kellett volna a lakás, hogy nem írja egy hallgató. Amíg az embereknek van pénzünk, addig tekerni fognak, és nem foglalkoznak holmi idővel, írja nekünk egy hallgató. Jerseyvel beszéltek? Kérdezi. Hasonlított a hangja egyébként, tényleg. Jó meglátás. Igen. Beteg a pali, hogy ennyit számol, de jó ide egy hallgató. És mi van akkor, mert ezt is többen jelzik, hogy itt a munkahelyi világítás megspórolása van. Hogy reggel te bemész dolgozni, mondjuk ha csak egy 8 órát veszünk, ha mi átállunk 2 órás izével arrébb, tehát plusz 2-re, akkor 9-ig ott világítani kell az üzemben, a csarnokban. Ja, mert hogy addig van sötét. Hát igen. Aha. Jó, én felengedtem. Egy fél év múlva visszatérünk erre. Jó. Nem tudom. Sose fogjuk tudni megfejteni. Na jó van, Rákóczi út kezd beállni a Ferenciek tere felé. A felújításon kívül... Várja. Fél évig? Hát majd jövőre, hát nem most fél év múlva, nehogy beszéljünk erről meg. Hát a visszaállításnál, amikor... Elére. Ne létszi, ne, majd egy év múlva. Márciusban újra előveszünk. Még jó, hogy résen voltam. Rákóczi út kezd beállni a Ferenciek tere felé, az okát nem láttam, jó munkát írja Erna. Ha a felújításon kívül más is van, akkor azt küldjétek el nekünk. 7:30 pontosan, ha minden igaz. Ove bácsira és Berulénire lehet jelentkezni. Mi pedig jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show.
7:30 múlt pontosan 7 perccel. Hello mindenkinek. Az akció fedőneve Lavina. Általános riadó. Kis Pityu írja nekünk. Köszönjük szépen. Igen, elindult a lavina, úgyhogy mindenki figyeljen, mert ha trafi van, akkor, akkor az nem csak egy trafi. Most ugye az van, hogy szakaszosan vannak trafik, ugye? Egyeztessünk, kollégák. Az akció beindulásáig 3,5 perc van hátra. Jó figyelem, mindenki nézzen a kalorájára. 3 perc, 20 másodperc, ha indul a lavina. Nem biztos, hogy hülyék, indítjuk a lavinát. A lavina. Ugye a lavina miről szól? Ez a lavina akció. Ez az, hogy kiraknak egy trafit, te lelassítasz. Igen. Azt gondolod, hogy már megúsztad a dolgot, gyorsítasz, és ott van és a következő. De aztán... Rávkósak ezek. Második lépcső. Indul. Igen. Úgyhogy mindenki figyeljen. Én... Most akkor kétszer annyi trafink van, tehát hogy vettek többet? Nem, szerintem nem arról van szó, hanem most egy sorba állítják őket. Tehát most sehol nem lesz trafi, csak mondjuk az M3-ason 20 kilométerenként. Nem. Ez egyik helyen szépen megfognak, elcsípnek, oké, elengednek. Összecucolás! Gyorsan beraknak mindent. Beraknak mindent a kocsival. Tipli, és hátul a kertekat gyorsan megelőzik. Előre mennek, és megint elkapják őket. Hoppá! Lassan. Vagy műrendőr autókat helyeznek ki, amire azt hiszem, hogy az az első trafi, és az igazi meg utána. Figyelj, én annyira ott lennék, amikor megterveznek egy ilyen akciót, de én azzal az emberrel találkoznék a legszívesebben, aki az akció fedőnevét adja. Ezek az emberek, ezek nagyon ott. Egyébként tényleg ez a jó. Tehát hogy lett ez lavina? Ültek, gondolkoztak, és azt mondták, hogy nézzük meg, mi az, ami jön, és aztán megy, de várj, hát mi az, amiről te azt gondolod, hogy megúsztad, és aztán, amikor gondolod, hogy már vége van, akkor jön egy újabb. Az a lavina? Az nem a lavina? Vagy mi a lavina, ami minden magával söpör, minden magával víz, nem kegyelmez, és leborít mindent, ami az útjába áll? Ez a lavina. Nem, ez egy brainstormingon történt. Ez egész, nyilván összejöttek a Bodrácska szalomban, vagy nem tudom, nyilván van egy ilyen nagy hely, egy nagy szoba, ahol van egy hatalmas nagy kerekasztal, körbeültek, és akkor mindenki bedobta a saját ötletét, és akkor mondták, Dezső, legyen felperzselt föld. Nem. Van, annak nincs jó üzenete, az nem lehet. Igen. Ez a valami? Mészárszék. Nem. Hiroshima, nem, utáskodjatok már. Hát nem. Jó, és akkor valaki bevetette, hogy legyen lavina. Jó, igen. Na, tegye fel a kezét, aki a tatárjárás, azt mondja, nem, jó, lavina, igen, elsöprő fölénnyel. Ketten a lavina mellett döntött. Ketten a lavina mellett szavaztak. Én most meddig tart ez a lavina akció? Ez ma van? Tehát ma számítsunk a lavinára, vagy most ez már egy ilyen fotózási metódus lesz, hogy most már mindig lavinában fotóznak? Hát tegnap este már lavina tegnap volt. Este már lavina volt. A Budapest között sorba álltak a trafik. És amikor kifut, akkor jön majd a gőzhenger 2. És akkor, amikor eligazítás van, és jönnek a trafikok, mondják, hogy lavinások, eligazítás, tessék, sorrendbe zárkozni, és ellepjük az M3-ast. Megyünk, pusztítunk, fotózunk. És ezt meg tudjátok nekem mondani, ez miért titkos fedőnév, mikor mindenki tudja, hogy mi az akció, és hogy hívják. Mert lehet, hogy valójában nem ez. Fedőnév. Ez is jó a kérdés. Titkos fedőnév. Titkos fedőnév, lavina. A lavina azt jelenti, hogy sorozatban fotózunk. Vagyunk az M3-as 112-es kilométernél, a 120-asnál, a 128-asnál. Hát, vagy valójában ez egy mozaik szó. Ne felejtsük el, hogy azért titkos, mert a lavina számunkra mondjuk egyértelmű jelentéssel bíró szó, de valójában nem ez. Lóvét akarunk varázsolni, lavi. Nem, laikus autósok, vigyázzatok. Jó, de jó, igen. Innen, ne várj, az így nem jó. Innen. Na, laikus autósok, vigyázzatok, az a lavi. De várj, az a lav. Vigyázzatok. Na, jó, akkor az I-N-A, még arra kell. Igen, laikus autósok, vigyázzatok. I-N-A. I-N-A, azzal megvagyunk. Laikus autósok. Vigyázzatok, igen. Vigyázzatok. És akkor kell még az I-N-A, és megvagyunk. Zatok. Azt mondja, hogy innen nincs. Innen nincs, tényleg, ez jó. Innen nincs, ez igen, innen nincs. Innen. És az arra mi jó? Valami. Nincs. Nincs. Az arra mi lehet? Appelláta, nem jó. Nem, innen. Meg a pénz nincs benne, az a bajom. De az benne van mindenki. Az a lóvé. De a lóvé. Az erre, igen. Az erre lehet. És ez hogy jelent? Majd ha valaki végig gyorsan megy, akkor egy útszakaszról tényleg így egy hallgató jön 4 csekk. Hát, simán. Vagy az M3-as 112-es kilométer, az M3-as 130-es kilométer, és az M3-as 182-es kilométerénél téged lefotóztak. Simán. Tehát kapsz azonnal 3 csekket. Aha. Mennyi most egy alapbüntetés? 30-tól indul. 30 a legalja, igen. Aztán 45, 60,
90... Határa csillagosség. Azt a 300 a teteje, azt hiszem, de nem tudom pontosan. Tehát ha nem tolod durván, akkor mondjuk egy 90-es akár le is akasztanak róla. Azt írja egy hallgató, hogy ezek alapján lehetne hasmenés, és nem tudod, mikor van vége. De tényleg. És bejelentjük a hasmenés hadműveletet, ami december 15-ig tart. Addig fotózunk, az autósok nem tudják, mikor van vége. Hasmas. Igen, a hasmas hadművelet. Igen, az a lavina onnan jött, hogy úgy fog jönni a pénz, mint a lavina, ír egy másik hallgató. Nézték ők is a Taxi című filmet, ott a fedőnév a ninja volt. Igen, igen. Mennyi jöhet ebből be erre egyébként? Ezt miért nem publikálják egyszer, hogy miért nem mondják meg, hogy október 28-ától december 15-ig befolyt 3 milliárd forint. Szerintem, de szokták mondani, szerintem erről is lesz szó, igen? Hogy a lavina mennyit hozott. Értve mennyit vitt a lavina, mert ugye a lavina jön és elvisz mindent. Tehát itt meg az emberektől fogja elvinni a lóvét. És van ilyen toplista egyébként? Tehát, hogy ki van rakva mondjuk így az aulában egy ilyen tábla, és akkor rajta vannak a különböző fedőnevű akciók is, hogy mekkora bevételt hozta. Érted? Lavina 30 milliárd, Varmageddon. 18, nem volt egy túl sikeres akció. Igen, az nem volt egy túl sikeres akció. Nem, magával a fotózással egyébként egyet értünk. Tehát az, hogy sok a gyorshajtás, fotózzanak, aki gyorsan megy, megérdemli, fizesse be. Tehát itt nem ezzel van a baj, senki ne értse félre, csak ugye ez a lavina fedőnév, ez honnan jött? A december 31-ére nyugodtan használjátok egyébként, illetve használják önök, hogyha gondolják, már van egy ötletem, legyen a december 31-ike az utolsó ítélet. Megvan a lavina, összeraktuk, ahol laikus autósok, vigyázzatok, itt nincs alku. Tehát ez, jó, de jó, hát ez a lavina. Itt nincs alku, az ILNA. Mert akkor megvagyunk, laikus autósok, vigyázzatok, itt nincs alku. Ez a lavina. Tehát itt nincs alku. Így lett ez. Ez a lavina fedőnév. Megvagyunk akkor tulajdonképpen. De ez 15-ig? Aha. Hát még karácsony előtt azért tudod. Ha ajándékra futja erre. Igen, aki gyorsan megy, az vigyázzon. Na jó. Okay. Istenem, hát ezt is felgöngyölítettük. Igen, vagy laikus autósok, vigyázzatok, igen, nagyot aratunk. Igen. Laikus autósok, vigyázzatok, ingyen nincs autózás. Ez is mind az ilyen áramból jön egyébként. Ingyen nincs autózás, nagyon jó. Ingyen nem autóztok. Innen nincs alternatíva, itt nincs alku. Igen, ezek mind most jöttek. Köszönjük szépen. Na jó, van, megnézzük akkor a játékosunkat. Jó, már itt van, nagyon elszánt, nagyon szeretne játszani Óven bácsival és Beru nénivel már is. Óven bácsi és Beru néni, avagy a Tatooine hangjai. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. Mert ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak reggelenként a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni, a párafarm csalogányai. Lavina 2. pont. Lajos, azt videózd, idióta, ne azt! Lajos, azt videózd, idióta, ne azt! Na, szenzációsak ennek. Szenzációsak. Halló, jó reggel! Sziasztok! Hello! Kata. Hello, Éva. Kata. Szia. Sziasztok, fiúk! Kata, te hajnal egykor írtad az SMS-t, hogy szeretnél játszani. Igen, nem tudtam aludni. Miért érezzük azt, hogy te nagyon szeretnél játszani? Mert már 5 éve nagyon szeretnék játszani, azért. Mert éjjel egykor nem tudtál aludni, és ahelyett, hogy bekapcsoltad volna a tévét, vagy nem tudom. Rossz a tévém. És akkor mondta, írok a srácoknak egy SMS-t, hát ha legalább játszom majd. Igen, könyörgök egy picit. Aha. Igen. Könyörögtél is benne? Kicsit pitiztem, meg könyörögtem. Én most csak 7 óra 16-ig látom, de vissza tudom tekerni, meg tudnám nézni. És mit írtál? Hát, hogy nagyon szeretnék veletek játszani, évek óta próbálom, és talán most. Tényleg 5 éve próbálkozol? Igen. És milyen sűrűsége? Minden nap, vagy heti egy? Hát nem minden nap, de hetente többször. Hetente többször. Hát akkor egy pár ezer forintotban benne vagyunk, hogy végre bekerüljön a játékba. Nem baj, én annyira szeretnék egy morning show-s bögréből kávézni reggelente. Igen, ez az álmod? Igen. Hát jó, megnézem a dalt. Kitalálható szerintem. Hú, jó. Jó, mutatjuk akkor. Először azt, hogy mit csinál Óven bácsi Beru néni, figyelj. Oké. Okay. Ó, fekete-fehér igennemet játszanak? Igen. Hihetetlen. Na figyelj! Oké. Okay. Na, 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 na. A Numa Numa éj. Hát, tulajdonképpen mondhatnánk. De én is ezt mondtam igen, volna. De valamit legalább egy... A Numa Numa éjt mondtam volna. Legalább egy, mit tudom én, egy előadó, vagy egy dalcím. Nem, vagy... nem, nem.
Semmi? Melyik ez a dal? Milyen együttes? Kihez kapcsolod őket? Valamit mondj, és akkor megadjuk. Nem tudom. Na, 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 na. Hát az Irigy Hónaj mindig énekelte, de az eredeti előadó nem jut eszembe. Jó, akkor milyen nemzetiségűek? Akkor csak ennyit, mondj valamit. Svédek. De aranyos vagy. Az apa, az jó, akkor mondj valamit. Svédek. Kevés Svédek volt az esélye, hogy így ebben a formában eltalálod. El szoktuk fogadni, ha valaki Irigy-Mirigyet mond. Jaj, de édi vagy. Csak én úgy emlékszem, hogy volt már ilyen, hogy feldolgoztam Mirigy, és akkor azt hiszem a YMCA-t játszottuk, vagy ja, énekelte Beru bácsi. Én úgy tudom, hogy a bandának van svéd kötődése. Valakinek van otthon egy elemes svéd. Főleg, hogy azt mondta, hogy románok voltak? Igen. Vagy hogy még mindig azok, nem tudom, ez az egy daluk. De ezt ki is jutottak az Eurovízióra. Aztán ezzel a dallal mentek. Turista osztályon, saját pénzen. Na mit csináljunk most? Mit mondtál, hogy az Irigy Hónaj Mirigy feldolgozta? Igen, Numa Numa. Numa Numa Hely. Az a Numera Király volt ugye a feldolgozás. Innen van a Numa Numa Hely. Na megmutatjuk az eredetit, jó? Figyelj! Na végülis ez volt benne, amit mondtál. Ez volt a címe. Jobbokba tartalmazta. Nyomokban benne volt. Na? Fiúk, a tévém is most romlott el, léci. Mi történt a tévéddel? Nem tudom, a döggel, de már hogy a tévémmel, de keresztre kasult cikók, meg korcskeverék dög, meg fogom rúgdalni. Persze, segít. Na jó, megadjuk az Hisz a játékedből még románul is megtanultál. Ja. Van egy bögréd. Vagyok, de nagyon. Van egy bögréd, jó? Köszi szépen. Vigyázz magadra. Ciao, hello. Köszi. Na. 5 év próbálkozás, de tényleg. Drága bögre 50 ezerért, nem? Most így egy röpke fejszámolás után a webshopból 3-at vehetett volna, ha akart volna, nem? Mi van webshopunk bögrével? A bögre még nincs, de már webshop az lesz, nem? Annyira kelendőek, hogy akkor gazdagodjunk már meg belőle. Hát jó lenne. Indul már a webshopunk? Nem sokára. A morningshop.hu-n egyébként többek között ez is elindul, és már nincs sok idő, mert nem sokára lezárjuk a szavazást is, vagyis már nem lehet túlságosan sokáig jelentkezni arra, hogy küldtök reggeli fotópályázatra fotót. Na, ezt most jól elmondtam. Szóval, hogy van egy fotópályázatunk, reggeli arcokat keresünk, és azt hiszem, talán ma éjfélkor zárul a szavazás, ebben nem vagyok biztos. Egészen biztosan így van. Jó az információ, így van. 28-a, vagyis ma éjfél. És ma valaki, vagy holnap, vagy ezen a héten nyer valaki 50 ezer forint KP-t. Plusz ajándékcsomag. Plusz ajándékcsomagot. Az nyer, akire a legtöbb szavazat jön. Így van. Ugye? Akire a legtöbben szavaznak, akire a legtöbben szavazunk, az nyer 50 ezer forintot, és így meg lesz a fotópályázat nyertese. Tehát most még nem késő reggeli arcos fotókat feltölteni a morningshow.hu-ra. Nagyon egyszerű egyébként. A feltöltés, vagy a reggeli arc? Próbáltam cáfolni, amit mondtál, de így nem van. Nem tudtuk. Tényleg nagyon egyszerű. Nem azért hagyom abban éha, hogy cáfoljon, csak hogy átvegyétek, és még hozzáfűzzetek, még tegyetek hozzá ebben valamit. Ebben nincs több. Egyszerűen gyakorlatilag mindent elmondtunk róla. Ma még éjfélig, ahogy valaki lehet egyébként, hogy éjfél előtt egy perccel fogja feltölteni azt a szenzációs, csak akkor meg már ki fog rá. Tényleg lájkolni, meddig lehet rá? Hát gyakorlatilag éjfélig. Így van. Hát egy perc alatt nem lesz rajta sok lájk, csak hogyha nagy a család. Igen. Kinézett Forma 1-et, néztétek? Gondolom, te egyáltalán nem, te se, senki? Azt tudom, hát ugye világbajnok. Így van, azt tudjuk. De ugye, nem volt majd lehetetés. Behúzta a negyediket is a Fettel. Nem rágtad le a körmedet a hétvég előtt, hogy vajon ki fog nyerni. Abszolút leszoktam a Forma 1-ről, tehát hogy egyáltalán nem nézel. Roger játszott hétvégén Bázelba, azt meg tudtam nézni, egy szettet még a legvégén kikapott a Del Potrótól. De ugye Fettel négyszeres, tényleg? Így van. És úgy, hogy egymás után van, tehát nem furakodott be a négy közé senki. Senki? És ő az első a világon, aki ilyen fiatalon a négyest be tudta húzni. Tehát egy új rekord született a részéről, ja. De ez így dögonalom, nem? Hát igen. Vagy ezt most csak én érzem? Vagy hát, most nyilván, aki szereti Fettelt, annak jó.
De egyébként, tehát ez egy tök unalom. Ez olyan, mondom, mint a sumárére alatt. Nem? Olyankor is a másodikért izgultál, hogy oda kijön. Fölkettél, megnézted a rajtot, Fettel elment, visszafeküdtél, és a végét megnézted. Ha nem lennének olyan kis események, mint például Grosjean és Raikkonen kis szópárbaja az éterben. Rá volt egy ilyen kis történet, hogy Raikkonennek lelassult egy kicsit az autója, és akkor jött mögött a Grosjean, és akkor szólt neki, hogy egy picit ereszem el, de mennyire nem tudta ezt a manővert ott abban a pillanatban megcsinálni. Nem azért, mert nem akarta, mert tehát, hogy csapaton belül a gyorsabb autónak kell elmennie, hanem olyan szakaszán voltak a pályának, amin ezt nem lehetett így abszolválni, és akkor hát Grosjean szólt neki, hogy hát tata. Ha nem, nem, azt hanem mondta neki, hogy menj már lejjebb, és akkor Raikkonen meg mondta neki, hogy ne üljön már, nem baj. Ez van, igen. És ez a rádióba? És ez bent a rádióba. Föld van egyébként a felvétel. Egyébként fura, hogy mióta egyébként a Raikkonen aláírt a Ferrarihoz, azóta azért valahogy nem úgy megy az autója, kicsit szétesik, kicsit fékhiba van, tehát azért ez így mindig nagyon érdekes, nem? Hogy addig egyébként a Raikkonen minden futamot befejezett és jól ment, mióta ő már biztos, hogy nincs a Lotusnál, azóta hirtelen a Grosjean azért így előreugrott, előre került, és azóta a Raikkonennek már nem annyira megy jól az autója. Meg néha lerobban, meg rossz taktikával indulnak, meg a gumi, meg a fék, tehát hogy azért ezek mindig érdekes. Fia, világbajnokság elment, azzal már nem tudsz mit kezdeni, most már minek fektes. Na jó, csak akkor nem is ez a lényeg, hogy hova fektes energiát, de hát akkor ez a többi csapatnál is megkérdőjelezi, hogy akkor például mennyit segítenek a Fettelnek a Webber rovására. Érted? Vagy tolják-e ugyanúgy a Webbert, mint a Fettelt? Tehát, hogyha hirtelen, amíg te ott vagy, addig fontos vagy, és megy az autód, majd kikerülsz a Pixisből, és elmész a Ferrari-hoz, onnantól kezdve valamiért elkezd az autót nem menni, akkor mennyi múlik a pilótán, és mennyi múlik azon a kis trükk csapaton, aki ott a háttérben kicsit még futam előtt oda megy, és egy imbusz kulcsa hát kettőt ráhúz a kocsidra, tudod? Mert hogy azóta a Raikkonennek egyébként sokkal kevésbé megy. Mióta egyértelműen nem lesz a Lotusnál. Igen, és hát ugye azért ezek gyanúsak. A Webbernél is egy nyílt titok az, hogy egy picit emiatt is vonul vissza. Tehát, hogy ez ilyenkor hogy van, hogy a két pilóta kiszáll az autóból, minden oké, minden jó, megy, beállították, és egy pilóta ott marad a boxban éjszakára, és kicsit a Raikkonen meg a Webber kocsijára egy hatos imbusszal még ugye picit ráhúz, vagy ez hogy nyúlnak ezt hozzá? Tehát a Grosjean, menj Raikkonen autója alatt aludt. Igen, és látják a Fettelt kimászni a Webber boxából, vagy a Grosjean így oknából. Grosjean így olajos homlok, így megtörni a homlokát, kicsit megdörzsöli a szemét. Igen. Kettőt nyom valamit a laptopon, és elállítja a Raikkonen autóját. Tehát ebben mennyi a pilóta? Ugye? Meg mennyi a csapat, aki ott egyébként kettő valami F2, F8, Ctrl-C, Ctrl-V-vel valamit csinál, és a Raikkonennek konkrétan tönkre megy az autója. Hát, ha jó vagy pilótaként, akkor tudsz jól menni nyilván, ha jó az autó, tehát akkor három dolog kell hozzá, ugye? Meg az imbusz kulcsa nagy kérdés. Igen. Hogy ott mi van. Hogy ott és a közvetítésen beadták, mert ugye az szokott lenni, hogy megy a közvetítés, és néha azt mondja a Szújó, hogy hallgassuk meg, amit a milyen csapat rádióját. Ez a mérnöke és a Raikkonen között zajlott, igen. És nem volt bent pont adásban, és a Szújó lendületből fordít. Nem, ez egy hármas sztori volt, tehát a Grosjean is benne volt, a Raikkonen is benne volt. És de a Grosjean nem tud szólni a Raikkonennek. Tehát a két pilóta egymásnak nem tudsz, hogy a Grosjean valószínűleg beszólt a mérnökének, hogy szóljatok a Raikkonennek, és a Raikkonennek a mérnöke szólt. Nem, közvetlenül a Raikkonennek szólt. A Grosjean tud... Tudnak dumcsizni. Persze. Egy, igen, a két pilóta. Két pilóta tud. Azt mondta, hogy menj már arrébb, mint amit én nem megyek. Meg. Hát, nem azt mondta, hogy ne, hogy előlöcsi már velem. De azt itt a mérnökének mondta. Nem tudok. De azt a mérnökének mondta. Tehát azt a Raikkonen mondta a saját mérnökének. Nem, ők egymással kommunikáltak. Tehát tök jó, hogy két ember vitatkozik, egyik ők se látta. Nem, mindenkinek van egy határ. Te olvastad? A felvételt én láttam. Igen, megnéztem, persze. Én nem néztem. Fönn van a videó. És ő a Grosjeannak szól be, hogy így ne van, üvölts. Így van, ne üvölts már velem. Nem a mérnökének, aki üvöltött, hogy menjen le, mert mögötte ott van a Grosjean? Nem. Nem, a pályának azon a szakaszán ő nem tudta elengedni. Tehát a mérnök az tudta ezt, meg a Raikkonen is tudta, hogy egy olyan szakaszra kell érniük, amikor ő félre tud állni. Sose hallottam még pilóta és pilóta közötti beszélgetést. És a Grosjean megnyomott egy gombot, és a Raikkonen hallotta a fülébe, hogy Grosjean vagyok, itt vagyok mögötted, menjél anyádba? Nem, az édesanyját nem elegette, csak hogy közösüljön valakivel, egy szimbolikus na, személy. Na ezt megnézem. 4 perc, pontosan 8 óra, jönnek a hírek, aztán itt vagyunk mi is. Értsd meg, hogy nem tudnak egymással beszélni. 8 óra, pontosan 8 perc, jó reggelt kívánunk mindenkinek. M5-ös Újhartyáni kihajtónál, Trafi Szeged felé Tamás üzente ezt nekünk, valamint a határúton a híd alatt befelé rendőrök bújnak két autóban. Hoppá! Tehát már két autóban bújnak, ez már a lavina. Ez már a lavina hadművelet, ahol egy autót elhagysz, ahol trafiznak, gyorsítasz és belefutsz a másikba. A második lavina lépcsőbe. A második lépcsőbe, így van. Keleti Asztória, 50 perc, kerüljétek, meneküljetek, itt nem lavina van, hanem szűz hó. Zsú Bébi küldte ezt nekünk, köszönjük szépen. És hihetetlen, hogy az M6-oson egy Pécs-Budapest távolság alatt 5-6 alkalommal lassítják 80-ra, és terelik a forgalmat naponta a többi pályán. Miért nem? Kérdezi egy hallgató.
Igen, ez jó kérdés. És ebben a pillanatban jött az utolsó. Nagy Kerincs a Feri a 95-ös kilométernél. Fatábla a belső sávban, vigyázni és lassítani kell. Ezt Ekeli küldte nekünk. Köszönjük szépen. Mi volt ez a dal? Kérlek szépen, Olá Gergő vadonatúj dala. A tök is csatornátok felfedezettje, ugye X-faktor. Érted, élek. Ez na, úgy van új Olá Gergő, de az így jó. Így van. Már múltkor ugye lejátszottuk az első dalát, arra már sokan írták, hogy nagyon jó, csak már soki, tessék itt az új. Ennyit, nektek csak kérnetekkel hallgatok, látod? És már itt is van. Gergő megírta fölénekelt, beküldte, játsszuk. Igen. Szia Bali, leállítottak a fekete ruhások a hárpal kapcsolatban? Mondj egy igent vagy nemet, érteni fogom. Üdv köpcös. ez nagyon jó. Hogy történt-e bármi? Nem, senki nem állított le egyébként. Na! Jól van! Na! Jól van! Na! Ja, csak azért voltam hülyeséget, mert éppen egy gyors kanyarban voltam, azt meg. Ne beszélj velem, azt meg. Én lélőadásom, meg pláne, azt meg. Mondom én, hogy nem tudnak. Így van, tökéletesen igaza volt Balázsnak. Rosszul én tegnap olvastam a cikket, és az ugye köztudott, hogy mekkora Forma 1 fan vagyok. Igen. És ezért egy picit benéztem a dolgot. Így van, tehát Räikkönen és Alan Pearlman között zajlott le a csapat főmérnöke között ez a bizonyos beszélgetés, amiről most hangos a sport sajtó, ami ugye a legutóbbi Formula 1-es nagy ilyen történt. Igen, hát egyébként tényleg olyanok lennék, mint a taxisok. Egy ilyen taxis drossz lenne, nem? Ahol a pilóta pilótával vidáman elbeszélget, hát az ott egy olyan CB forgalom lenne, amit már senki nem tudna leközvetíteni. Hát ott mindenki anyázna mindenkit, mindenki beszólna mindenkinek, mindenki üzenget, egy nagy ordibálás lenne az egész Forma 1. Hát. Mindenkitől elnézést kérek, akit érzékeny érintett a bakim. Engesztelésképpen majd kaptok egy Village People számot. Most? Na, itt van még velünk valaki, aki... Fogjátok be fületeket? Jó. Na. Most már ne. Aki szintén hallgatta ezt a beszélgetést, és szeretne hozzászólni. Alan Pearlman. Igen. Szúja Zoli, Zoli, jó reggelt! Zoli! Szevasztok, jó reggel mindenkinek, takarodj már az útból meg. Ne beszélj velem élő adásba, az meg. Elmegyek ki, csak egy gyors kanyarban nem tudok meg, és ne üvöltsél velem meg. Igen, hát nagyon nagy formák ezek a srácok. Hát figyeljetek, azért eleve van feszkó minden verseny alatt, de ez azért nem megszokott. Ami egyébként igazából furcsa, hogy Alan Pearlman a Twitteren azt közölte a verseny után néhány órával, hogy konkrétan fenyegetéseket kapott ő és a családja, hogy nagyon hogy kell így beszélni ki, mi Räikkönenne. Ami csak azért ijesztő, mert a Räikkönen szurkolókat, akiket én nagyon megértek, meg én magam is kedvelem ezt a srácot, de azért, hogyha ő fákozik, meg ő használja az F betűs szót, meg ő kiabál, akkor az vicces, de hogyha egy hasonló helyzetben neki mondják a fülére, az már nem. Szóval egy kicsit érdekes a történet, feszkó volt ez tény, de egyébként Räikkönen nem az, aki nem állna félre, csak tényleg nagyon rossz helyen volt, mert ott még kavarodás volt, aztán nem tudta elmenni. Ott még nem tudott félreállni, igen. Persze, igen, de... srácok, jó reggel. Hello, Zoli, hello, jó reggel. Igen, most jött ki az első levegő, most kifújtad ezzel a 16 mondattal így az első reggeli levegőt. Figyelj, de azért az fura, hogy mióta ő aláírt a Ferrarihoz, mondjuk én mostanában tényleg bevallom férfiasan kevesebb Forma 1-et nézek, de az eredményeket látom, meg mindig elolvasom, hogy mi történt. Hogy azóta az a Lotus azért annyira nem megy, ilyen kis hiba, ez történik, az történik, ilyen meghibásodás, olyan gumiákopás, ilyen fékhiba, szóval ez mindig kérdéseket vet föl, hogy van az, hogy aki eddig minden futamon végigment, aláír egy másik csapathoz, onnantól kezdve nem megy annyira jól. Hogy? Ez fontos tudni, hogy egy csapatnak alapvetően nem érdeke, hogy egyik pilótája ne szerepeljen a lehető legjobban. Tehát ez félreértés. Ezek olyan összeesküvés elméletek, aminek azért amelyeknek azért nincs túl sok alapja. Az viszont tény, hogy mivel megromlott, érezhetően megromlott Kimi Räikkönen és a Lotus között a viszony, nem figyelnek már annyira egymásra, nem nincsenek annyira kiélesedve, és ott a tudatalatti van, az dolgozik, hogy jó van még 3-4 futam, aztán el van felejtve, úgyis megy ez a srác innen a fenébe. Tehát nem gondolom, hogy szándékosság lenne olyan sok a dolog mögött, viszont az tény, hogy egyszer nem figyelnek már annyira egymásra, és nem koncentrálnak annyira. Uh-huh. Tehát ilyen nincs, hogy akkor a Grosjant elkezdik egy kicsit tolni, és a Räikkönenről leveszik a kezüket. Nem, tegnap ugye Mark Webber is a 40. kör, 39. körben kiállt második helyről generátor problémával. Persze megint elkezdték mondani, na jó, hát akkor Vettel így lesz világbajnok. Egyrészt Vettelnek tök mindegy volt, hogy Webber hol végez, meg a Red Bullnak is a világbajnoki cím szempontjából. Tehát azért ezeket az összeesküvés elméleteket szerintem bőven el kell osztani kettővel vagy hárommal.
Az egyébként tény, hogy egy csapat igenis meg tudja nehezíteni egy versenyző életét, és ez visszafelé is működik, tehát egy versenyző is keresztbe tud tenni a csapatának. Erre meg is vannak a szofisztikált módszerek, meg nyilván a dörzsölt versenyzők azért akár még ilyen dolgokra is képesek, de ezért ezeket a konspirációs teóriákat szerintem nem kell túl komolyan venni. Ugye Schumacher sikerét is annak idején nagyrészt annak tulajdonították, hogy ő nagyon jól tudott együttműködni a mérnökkel, ugye jól emlékszem? Igen, igen. Schumacher egy abszolút műszaki beállítottságú ember volt, és olyan visszajelzéseket adott a mérnököknek, ami kulcsfontosságú a Forma 1-ben. Mondok egy példát, hogyha lejössz a szabad edzésen 20 kör után a pályáról, és azt tudod mondani, hogy hát egy kicsit alulkormányzott az autó a gyors bal kanyarokban. Most az alulkormányzottságnak körülbelül 1500 oka lehet egy Forma 1-es autónál. Schumacher viszont, és azok, akik valóban pici talán műszaki vénával inkább meg vannak állva, meg jobban érzik ezt, azok le tudják szűkíteni arra az 5-10-15 paraméterére az autónak, hogy mit lehet állítani esetleg, és hogyan tudják megoldani ezt a problémát. Ez óriási segítség egyébként a mérnököknek is, akik persze látnak egy csomó paramétert, egy csomó adatot a boxban, de az emberi visszajelzésnél még mindig nem találtak ki jobbat és pontosabbat a Forma 1-ben sem. Hát és ebben volt jó a Schumacher többek között. Hát például igen, de ebben Sebastian Vettel is jó egyébként, meg ebben Fernando Alonso is jó. Azt nem tudom, ha mondtátok, hogy nem néztétek, vagy nem nézitek mostanában. Szombaton volt egy komoly feszültség a Ferrari boxban, az nagyon érdekes volt, amikor Alonso ült az autóban ilyen nagyon csalódott arccal, mint hogyha veszekedtek volna valami, mert nem volt rajta a sisak, és ott állt a csapatfőnök Domenicali, ott állt a versenymérnöke Andrea Stella, és hogy körülállták, és Alonso meg kiabált velük tulajdonképpen. Tehát ott sem minden gömbölyű egyébként, úgy tűnik. Hát ott évek óta nem gömbölyű minden. Hát, nem? Hát igen, hogy egyrészt nem tudnak, így van, nem tudnak nyertes autót építeni, ráadásul Alonso szerintem most már olyan mértékben rátelepedett a Ferrari-ra, meg a csapatra, ami nem biztos, hogy egészséges, hiszen azért alapvetően bizonyos döntéseket nem feltétlenül a pilótának kell meghozni, akár csak egyik szabad edzésen, vagy időmérő edzésen, hanem a csapatnak, vagy hát legalábbis közösen kitalálva. Ott az a pillanat, az kézzel fogható volt az a borzasztó feszültség, és talán valamiféle ellenszenv már sokak részéről Alonso iránt, ami szintén megnehezíti az együttműködést, meg a sikeres szereplést. Ehhez képest Vettelék mosolyogva simán behúzták a negyediket. Hát igen. Volt egy kis gumiégetés, meg is büntették 25 000 euróra. De ha ennyibe kerül a szurkolók szimpátiája, akkor szerintem nagyon jó üzletet között. Ezeket az állandó büntetéseket se értem, hogy kicsit ez a show business része, nem? Hogy most az egyik fölveszi a másikat, és vannak ezek a nagy utaztatások. Ez is jó, hogy most égeti a gumit, azért miért büntetik meg 25 000 euróra? Hát elvileg, mert tényleg konkrétan feketén-fehéren benne van a szabálykönyvben, hogy amikor leintik a futamot, akkor neked be kell menned a box utcába, és a park felnében elhelyezni az autót, vagy leállni a pálya szélén, hogyha esetleg kifogyott az üzemanyag, vagy mit tudom én, műszaki problémád van. Ehhez képest Vettel elment még egy körre, és csinált egy olyan gumiégetést a célegyenesben, aminek felállva tapsoltak, nem csak a nézők, hanem mi Weber Gabival is a kommentátorállásban. Szóval ilyet, ezeket, Amerikában ezeket sokkal lazábban kezelik, és ebből nincs több baleset. Persze, ugye azért van ez így kitalálva, mert a sportbírók, a műszaki beavatkozók viszonylag közel vannak, és ők akkor így veszélybe kerülnek, de könyörgöm, szóljatok nekik, hogy menjenek arrébb 10 méterrel arrébb. Miért, hogyha Jenson Button gumit éget a bazilika környékén, az nem veszélyesebb, vagy nem ugyanilyen veszélyes, dehogy nem. Okay. Úgyhogy ezeket meg kéne engedni, Vettel egyébként borzasztó szimpatikus módon, és azt gondolom, hogy a napképe, meg talán eddig az évképe, miután az év utasítása az nekem a multi 21, ugye Webber és Vettel között, az évképe az mindenképpen az lesz, hogy Sebastian Vettel leborul a célegyenesben az autója előtt, és pontosan tudja azt, hogy enélkül az autó nélkül, és anélkül a zseni nélkül, akit Adrian Newey-nak hívnak, nem mondom, hogy sehol nem lenne, de nem nyerne ennyire könnyedén már megy egyszer. Meg a rajongók felé ez egy jó kép lesz. Ez persze, persze, hogy nem. Persze. És bocsánat, még egy dolog, bejárta az internetet az a kép tegnap éjszakáról, hogy Sebastian Vettel, miután kiünnepelték magukat a pályán, segít pakolni a csapat társaknak, tehát konkrétan cipekedik azért valamilyen boxra egyszereléssel. Jó, hát ez be a kamionba. Két piáros, és kivették a
pesgőt a kezébe, mondták, fogd meg ezt, gyorsan csinálok egy fotót, lefotozták, visszaadták a pesgőt a kezébe, ezt küldték. Persze. Zoli, ne higgy el mindent azért. Persze, nem, nem, nagyon jó PR, de azért ez mindenképpen. Igen, és a következő képe, hogy Ázsiában rizsföldeken dolgozott Vettel, mert volt egy kis szabad ideje a két futam között, persze. Meg az édesdeden alvó autószerelőknek a kezét pedig visszarakja az ágyra, betakarja őket nyakig, és a maciukat is oda teszi melléjük, aztán leoltja a villanyt, és ne nyaj be minden, Zoli. Nem fekszik le, hanem még az új beállításokon adja le egy kicsit, mielőtt meglocsol a virágok. Cumiból megérteti a kölyök kutyát, ugye, amit az övében tart, és éppen akkor mentett meg. Jó, persze tudom, nyilván PR ez is, de azért az is egy érdekes téma, hogy Sebastian Vettel megítélése az miért változott az elmúlt egy-két évben ennyire negatív irányban a szurkolók szemében. Oké, hogy román nyeri magát, és sorozatban negyedszer már nem tudják lelőtni a trónról, de azért voltak itt fújolások, megfütyülések, amikor a dobogó legfelső fokán állt. Igen, amire ő finoman azt nyilatkozta, hogy hát ez azt mutatja, hogy akkor jól végezzük a munkánkat. Mit mondana mást, hogy nagyon szar, hogy utálnak? Azt azért nem tudja mondani. Igen. Remek. Figyelj, még egy nagyon fontos kérdés. Mi van a kerítéseddel? Kérlek szépen, megnéztem, még nem tört át rajta a szomszéd vadnövényzet, igen, tehát egyelőre állja a sarat, meg tartja a frontot. Bevontad ezzel a zöld védőhálóval, vagy ezzel a növénynek tűnő ilyen zöldszerű anyaggal, amit csináltál, vagy azzal kezdtem? Csak a védőhálót tettem föl, védőháló. A drótkerítést, a már meglévő drótkerítést. Hihetetlen, olyan egy ilyen erődrendszer, mint a Siegfried vonal, mint az Árpád vonal, itt van a Szújó vonal. Balázs, mit kapott Bázel. Hát figyelj, én nagyon-nagyon drukkoltam, az utolsó szettet láttam is már, egyébként néztem, szomorú voltam, egészen biztató a játéka, tehát az ATP világbajnokságra Londonban az O2 arénában azért ez egész meggyőző lesz, ugye Del Potro megvédte a címét, de nagyon meggyőzően játszottak, és Dimitrov a Baby Federer-t olyan két szettbe rendezte le, hogy azt kell, úgyhogy szerintem jön vissza Roger, jövőre ott lesz valami nagy duranás, még én azt mondom. Már egy Mihály Schumacher szintű visszatérés lehet majd. Igen, én jövőre szerintem még egy Grand Slamet behúz, és akkor ott szögre akasztja. Majd fogadunk rá, aztán. Igen, és a sportmentalista majd megmondja, hogy mit történik a pályán. Nézted te is? Én is csak az összefoglalót láttam, azt nem volt időm, ellenben megnéztem a Real Madrid-Barcelonát, nagyon jó meccs volt, meg a Szeged-Veszprém kézilabdát a hétvégén. Hát sport az életet. Az a baj, hogy túl sok mindent néztem, ezért nem is sikerült túl jól a kommentálás tegnap, de hát ez majd... Nyilván ti tudjátok, hogy milyen az, amikor elkedveztek valamit, és nem úgy sikerül, hogy ezt elkedveztek. Te szemét, te rohadék! Júj, de jó vagy! Mire gondolsz pontosan? Hallottad, mekkora osztást kaptunk? Nyilván ti is tudjátok, milyen az, amikor elterveztek valamit, és nem úgy sikerül. De jó lenne egyszer bejönnél vendégül. Az csak az első adása volt igaz, te genyó. Tehát egy hétig nem tudnál ülni. Az a helyzet egyébként, hogy kicsit rágörcsöltem erre a bajnok alatásra, és annyira készültem rá, hogy gyakorlatilag 90 perc úgy telt el, hogy végig hibáztam az egész közvetítés, de hát meg legközelebb már. De már minek készültél? Te is Pesgőt bukkantasz ott bent? Vagy hogy készültél? Hát, az volt a baj, hogy meg akartam nagyon csinálni a pillanatot, és nem megéltem a nézőkkel együtt. Jobb, mint hogy a Gabit akartad volna megcsinálni. Igen. Vigyázz, a gőzi szünet van most. Nem, ja, bocsánat. Nem tart tízig. Igen. Szóval, hogy egy kicsit rágörcsöltem erre a bajnokavatásra, de hát kommentátorként először avattam tulajdonképpen bajnokot, úgyhogy bármennyire is kiszámítható volt ez, meg pontosan tudtuk, hogy ez lesz a végkifejlete ennek a világbajnokságnak, kicsit azért én is izgultam még. És figyelj, mikor csaptok össze egymással, Balázssal? Mi van a tenisz meccsen? Készülök. Salakon, vagy kemény pálya? Olyan sprinteket nyomok salakon, hogy ha látnád, akkor azonnal azt mondanád, hogy oké, egyezünk egy döntetet, sőt, inkább sírnék a gyönyörtől, egyszer ezt láthatnám egyébként. Jó, amikor kész vagy, én játszom, úgyhogy szívesen, bármikor. Az a baj, hogy rég voltam, tehát most csak a számjár, most bicikliztem a nyáron, meg futottam viszonylag sokat, úgyhogy tenészezni rég voltam. De az ajánlat az továbbra is ér. Szerintem majd a nyugdíjas klubban, ott a hátsó udvaron lejátszuk ezt a meccset. Figyelj, Zoli, a magas labdákra is, meg az alacsony labdákra is van már nagyon patent kis labdaszedő srác. Az a Feri és az én személyem. Van már két labdaszedő. Mi ott leszünk, mi számítunk erre a meccsre. Azért veletek a magas labdákkal vigyázni kell. Igen. Zoli, nagyon köszönjük, vigyázz magadra, köszi, hogy hívtál. Ciao, szója Zoli, köszönjük szépen, hello. Rendes gyerek ez az Zoltán. Hall valamit, és azonnal telefonál, hogy helyre tegyen minket. Ha valamiért hall, ami nem odaillik, akkor azonnal telefonál.
Anna, lenne egy kérésem, vagy kérdésem, tudnánk beszélni? Keres valakit, hogy legyél szíves visszahívni, mert addig valaki... se velünk beszélget. Valaki nagyon szeretne veled beszélni. 6 perc, ma pontosan 8:30, SMS számunk 06 70 645 00 00, mindjárt jövünk vissza. Ez itt a Morning Show. 2 perc, ma pontosan 8:30, hello mindenkinek, jó reggelt. Bunkok vagytok Fettel miatt? Igen. Ennyi. Szerintem igen. Ez az SMS. Egyébként, de szerintem is az. Ugye? Én akartam szólni rád, de... De hogy most miért? Igen, egy kicsit túlmentetek azon a határon, amit én is túléptem. Én annyira belelátnék néha a hallgatók fejébe, hogy ilyenkor mi van a háttérben? Tehát, hogy melyik mondatunkkal bántottuk mi Fettelt azon kívül, hogy azt mondtuk, hogy nem nézünk Forma 1-et, mert dögmalom. Ja, mert hogy PR. Ja, PR. Hát... A PR miatt. Ja, ez humorizálás volt. Ja, ti vicceltet. Lavina, 2. pont, lépésben autózókat védelmező interkontinentális nagyszabású akció, írja. Tehát ugye továbbra is azt próbáljuk kitalálni, hogy mi az a lavina. A lavina fedő nevű hadművelet, amivel ugye most sorozatos trafipaxokat állított az ORFK, és ezzel próbálják kiszűrni a gyorshajtókat. Van egy, ami már nagyon tetszik. Egyelőre az a kedvenc. Én annyira örülnék neki, hogy tényleg valaki megszólal az ORFK-t, és elmondaná, hogy hogy megy egy ilyen brainstorming, hogy a korábbi kódokat, fedőneveket, azokat számon tartják, hogy nehogy véletlenül egy ilyen anomáliába csúszanak bele, hogy már egy korábban használt fedőnevet újra hasznosítanak, stb. Igen, tehát hogy nehogy a 88-as hegyi mentő 2 akció legyen 2013-ban újra. A vörös hajnalt nehogy még egyszer letolja. Igen. Áll az M7-es Kanizsa felé a Székesfehérvár déli kiárójánál. Ki tudja miért, kérdezi Ádám. Ha valaki tudja, akkor küldje el nekünk. M5-es Újhartyáni kihajtónál Trafiszeget felé ezt Tamás küldte, határúton a híd alatt befelé szintén rendőrök bújnak 2 autóban, ugye ez már a lavina hadművelet, Keleti Asztoria pedig 50 perc, mindenki kerülje, mindenki meneküljön, mert ott nem lavina van, hanem szűzhó, ez Zsubébi küldte nekünk. 8:90 pontosan, 3-asugrásra SMS-be lehet jelentkezni, mi pedig jövünk a hírek után. 3:49 lesz, 6 perc múlva, hello mindenkinek. Berettyó Újfalú a határtól befelé tartókat várja a 3 lábú. Nagyon nehezen észrevehető, a rendőrök elbújva lesben állnak. Ez Tomasz küldte nekünk. Ez már a lavina? Hát, ez már a lavina. Csak azt nem tudjuk, hogy hanyadik lépcső. Ez igen, első, második vagy harmadik lépcső. Áll az M7-es Kanizsa felé, a székesfehérvári déli kiárónál. Továbbra se nagyon tudjuk az okot, hogy miért. Ha valaki tud, akkor segítsen. A MÁV ismét alakított a hétvégén a nyugati Monor vonalon. Nagyon sokat késtek a vonatok, ezt Ori Geri küldte nekünk, köszönjük szépen. És az M3-as 182-es kilométerénél szintén most készülnek fotózni, hogy ez most hányadik lépcső, nem tudjuk. Újhartyáni kihajtónál Trafiszeged felé, az M5-ösön, és a határúton is van egy trafink, a híd alatt befelé rendőrök bújnak, ráadásul 2 autóban, úgyhogy ez is lehet, hogy már a lavina hadművelet része. Na, új ötlet van arra, hogy lehet megúszni a parkolási díjat. Köszönöm, uram. Mesélj. Nem akarom. Járjatok tömegközlekedés. Például az ember járjon tömegközlekedés, de hogy milyen leleményesek a budapestiek Pesten. Kitaláltak egy új dolgot, amit egyre többen csinálnak, és nem nagyon tudják még büntetni. Persze nyilván mi most nem ötleteket akarunk adni, de beszélni kell erről, mert egyre többször lehet látni a városban olyat, hogy valaki vészvillogózik, és felnyitja a csomagtartóját. Felnyitja a csomagtartóját, és ott hagyja az autóját. Aha. Tehát lezárja, csak nyitva van a csomagtartó. És ez miért ment a parkolási cédula megvásárlása alól? Vagy? Elmondom neked, hogy miért, mert állítólag a jogszabályban van egy olyan kiskapu, hogy azok a kocsik, akiknek a csomagtartója nyitva van a parkolás alatt, az folyamatos rakodásnak minősül. És ha te folyamatos rakodást hajtasz végre, akkor nem kell neked ott az adott körzetben parkolási díjat fizetned. Hmm. És egyre több autós jött arra rá, hogy nyitott csomagtartóval kell valahol megállni, ahova be tudnak ugrani. És akkor se, ha nincs be semmi, akkor se büntet? Hát most fölvitted az árut. Ja, most dolgoznak azon a közülésben, ugye ilyen az önkormányzati rendelet alapján ezt megpróbálják megváltoztatni, mert hogy rájöttek a pestiek arra, hogy leleményesen nyitott parkolóval kell, vagy nyitott csomagtartóval kell parkolni. És akkor megúszod a fizetést, ugyanis folyamatos rakodásnak minősül. Nem tudják ellenőrizni, hogy te kipakoltál, bepakoltál, éppen akkor vitted föl az árut, nem vittél föl árut, egyáltalán nem volt semmi áru a csomagtartódban, egész egyszerűen csak az van, hogyha te pakolsz, akkor téged nem lehet megbüntetni. És nem lehet, hogy ott marad ilyenkor a rendőr, és megvárja, amíg te visszajössz? Hát ez szerintem hogy közterületesek, parkolóőrök ellenőrzik ezt, ott nem biztos, hogy minden parkolásnál van ott rendőr.
de maga a közszeretes, hogy az, aki ugye ezt ellenőrzi, az nem büntethet meg, mert hogy folyamatos rakodásnak minősül az, amit te csinálsz. Meg amikor jössz visszafelé, akkor nagyon látványos, így porolgatni kell a tenyeredet, hogy ez is megvan. Ugyanis ha te rakodsz, akkor az nem minősül parkolásnak, vagy nem minősül várakozásnak. Aha. Tehát ezt akkor te elvileg megcsinálhatod. Igen. Tehát, hogy munkát végzel, tehát hogy gyakorlatilag árut szállítasz, itt alapvetően erről van szó. Most ez is csak annyira értek, mint a Forma 1-hez, értitek, ugye majd jön a Village People szám, hogy ott egy nagyon picit sántít ez a dolog szerintem, hogy áruszállításra csak olyan gépjárművet használhatsz elviekben, aminek a rakodó vagy áruszállító tere az utastértől le van választva. Hát a csomagtartó le van választva. Nincs leválasztva, mert hogy azt teljesen egyértelműen úgy kell leválasztanod, hogy egy ilyen hálónak vagy egy ilyen térelválasztónak kell lenni. Aha. De most bocsánat, ti abból indultok ki, hogy egyterű a jármű. Sose volt egyterű autóm. Akkor a terepjáró is például olyan, ugye, ha valakinek az van, hogy a csomagtartó az nem egy különálló dolog, de hogy a legegyszerűbb példát mondjuk, a Lada 1002-esnek például a csomagtartója. Az egy tök különálló dolog. Az egy van. Teljesen különálló, leválasztott dolog. Az nem van választva, az el van választva az utas. Az 1002-eseket nem kalkuláltam bele fel. Hát most csak azért mondom, de van még azért, tehát a szedán, nem akartam a szedán szót használni. Nem akart összezavarni vele, érted, mert azért a szedánnal megkavart persze, volna. Persze, nem, hiszen tudom, hogy ez egy francia város. Igen, az már összezavart volna. Tehát minden szedánnak külön van a csomagtartója, te azt kinyitod, akkor elvileg te rakodást hajtasz végre. Az egy tök különálló rakodó. Térnek de ha nem nevezem. Ilyen jellegű autód van, például nem szedán, ugye, hol mondtam, meg nem 1002-es, hanem más jellegű, akkor azért le kell választani valahol, hogy hihető legyen a sztorit. De mi van, ha jön a parkolóőr, körbenéz, azt látja, hogy az ég egy adta világon nem pakol senki, fogja, lehúzza, és megcsinálja a fotót. A még ravaszabb az megcsinálja a fotót, és utána visszanyitja. És azt hiszem, hogy meg se büntettek, és már rég meg vagy büntetve, és nem kapsz piros cetlit. Tehát akkor a parkoló elvileg megtehet, hogy lecsukja, ha látja, hogy ott nincs pakolás, nem? Simán. Hát ebből is volt ilyen valami nagy veszekedés, hogy elméletileg ő nem nyúlhat az autóthoz. Uh-huh. Tehát amikor a piros cetlit fölteszi a szél, vagy mi az, a ablaktörlő alá, akkor ő jogsértés. Hát akkor meg elvileg nem nyúlhatna az autóthoz, igen. Persze. Akkor jön a parkoló, és azt mondja, hogy a kisfiú, akarsz egy százas keresni? Menj már oda, csukd le valamikat az autónakat. Emlékeztek arra a parkolós ember, aki elmondta, hogy minden pert megnyer? Igen. És elmondott például egy nagyon érdekes dolgot, hogy ugye azok a fényképezők... Mielőtt eltűnt. Mielőtt igen, eltették lábbal, és belebetonozták egy társasházba, mert azóta elérhetetlen. Nem. Ő nagyon érdekes dolgokat mondott, és ő elmondta, hogy például, ugye kérdeztük, hogy miben tud belekötni. És azt mondta, hogy maga a fényképezőgép, az például nincs hitelesítve azon az óra. Azon állítanak egy órát. Aha. Amikor kipróbáltam, oda mentem egy ilyen parkolóőrhöz. És meg eszembe jutott, hogy mit mondta Pali, és pont engem fotózott. Már nem úgy engem érted, hogy engem, hanem az autó. És kérdeztem, hogy mivel fotózott? A fényképezőgéppel, mondta ő. És mondom, hogy hol van ezen az óra, hogy van ez hitelesítve? Hogy miért kéne hitelesíteni? Hát mert mondom, mennyit mutat ez az óra? Hát hogy mennyit? És bekapcsolta nekem, és másfél óra eltérés volt a valódi idő, meg az ő fényképezőgépén található idő között. De. És mondta, hogy észre, Ha most mondja, tényleg. Hát téli időszámítás. Esküszöm. És el akartam neki magyarázni, hogy uram, nézze, nekünk volt most valaki, aki elmondta, hogy ezek a fényképezőgépek nincsenek hitelesítve. Tehát, hogy nincs az ő ott, ugyanis azt beírja a saját fényképezőgépen, minden fényképezőgépen ugye van egy időállítás. Aha. Azt beírja, valaha beállította, úgy maradt. És ő azt valamikor valaki valahol beállította, ő azt valószínűleg fölvette a központba, vagy elállították, vagy aksicsere volt benne, vagy rosszul indult el. Másfél órás eltérés volt egyébként a való időtök között. Ő ezt észrevette, és mint a világ legtermészetesebb dolga, kalkulált, tehát visszaállította. És mondta, hogy nézze meg, magyarázta nekem, hogy itt lehet állítani. Belépett a menüjébe, és beállította a fényképezőgépet. Nem mentem bele, nem akartam bele megérteni, hogy mit akarok ezzel neki mutatni. De ugye tulajdonképpen, ha te azon a fényképezőn, te látsz egy cetlit, és azt látod, hogy 10 óra 16, egyébként 10 óra 22 van, és lejár, de itt egy órát rá akarsz húzni, és a saját fényképeződön beállítod, hogy 11 óra 2 van, és lefotózod, akkor 11 óra 2-kor készült a fotó. Okay. Tehát senki nem hitelesíti azokat a fényképezőgépeket, amin elvileg tényleg ott van az óra. De mi kéne, hogy legyen reggel eligazításnál? 7 óra 30, GMT plusz 1 óra, mindenki indul. Lavina hadműve, nem az egy másik. ez a... Igen. Érted?
De tök igaza van, amit mondott abban, hogy, hogy ezt honnan, honnan tudod, hogy ez a fényképező órája téged mikor fotóztak le valójában? Hát ezt is szabályozni kellene, ahogy szabályozva vannak például a pénztárgépek, hogy csak bizonyos típusú fényképezőgépeket használhatnának, például olyanokat, illetve például konkrétan olyanokat, amiknek van állandó wifi kapcsolatuk. Mert akkor ugye automatikusan be lenne állítva, és mindig az azonos időt mutatná. Tehát nem lenne olyanok, hogy nem állítja vissza, meg nem állítja be. Ha van wifi kapcsolat, akkor ez gyakorlatilag automatikusan, ahogy a számítógép is, saját magát frissíti. A fényképezőgép minden egyes alkalom, amikor bekapcsolják, és létesül egy wifi-s kapcsolat az internettel, akkor szépen beállítanak. Akkor hangol, ugyanúgy, hogy az iPhone-ok meg minden. És akkor persze, mert hogy ezeket manuálisan állítják. Jó, de nincs miből megfizetni ezeket a drága fényképezőgépeket, hisz alig van bevétel. Mit tudom én, te mondjuk 8 óra 48-at mérsz, és gyorsan lerohansz, mert tudod, hogy neked még van egy perced. Ő mondjuk 8 óra 53-at mér a saját fényképezőgépén, mert neki már azt jelzi, hogy lefotóz, és rányom, hogy 8 óra 53-kor készült a kép, nem? És nem tudsz vele mit csinálni. Nem nagyon tudsz vele mit csinálni. Na milyen, visszatérve erre nyitott parkolásra, szóval mi van, ha lecsukja és úgy lefotózza? Akkor semmit nem tudsz csinálni. Semmit. Semmit. Most ezzel megszólás után hány felemelt csomagtartói parkoló lesz most Budapesten? Kell azt a vészvillagónak, azt mondd még el. Szerintem igen. Jó. Csak azért, hogy így parkoljak. Ja, most nem akarok neked erre tippeket adni, de igen. Nem, kipróbálom. Nem, most teszted bele holnap. Nagyon ravasz volt egyébként Balázs, mert nem támadhatják be egyik oldalról sem. Ugye adott egy jó tippet, hogy hogy parkoljatok, a felnyitott csomagtartóval, stb. Mondjátok azt, hogy áruszállítás. Egy, a lakosságban. És utána pedig elmondta, hogy le kell csukni a tetét, egy a parkolóra, meg egy, bocsánat, mindenkinek adtál. Itt is vagyok, ott is vagyok, kint is vagyok, bent is vagyok. Próbálok több póluson helytállni. Na mindegy, érdekes a dolog, hogy ezért, ha láttok a városban, hogy bárhol felemel csomagtartóval vészvillogozó, teljesen civil autókat, azok valószínűleg ezért próbálnak így parkolni, hogy ezt kikerülni. Na, megnézzük, hogy ki a mai játékosunk, valakivel már is hármasugrást játszunk. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló! Hello! Szevasztok! Szia! Szevasz! Hello! Zsolt, hello Zsolt! Hello Balázs! Honnan hívsz hello, minket? Jani. Hello Feri! Hello! Értről? A kocsiból. Értről? Aha! Mit csinálsz arra? Zöldséget szállítok. Uh-huh. És egy picit elgondolkodta, hogy vajon még mi lehet raktérben. Igen, és raktérben? Most már csak üres raktérben. Ott van már az ötvös cirkusz, látod őket? Igen, ott vannak. Na. Vitt nekik zöldségeket, nyilván a állatok a kormányozása véget. Mit csinálsz? Egy kicsit, hogy mesélj magadról, hogy jobban megismerjünk. Zsolti? Hát, fölkelek este 11-kor, és elkezdem ezt a zöldséges bizniszt, és ezt tolom délelőtt. Délig kb. Atya Isten. Tehát este te 11-kor kelsz. Mikor fekszel le? Nem, annál egy kicsit. Hát 4-kor. Délután 4-kor? De kemény. Aha. És akkor hova viszed a zöldséget éjjel? Hát boltokba. Először ugye ebbe kell menni a nagybanira összeszedni, és akkor utána boltokba. Uh-huh. Nem is vagy túl lelkes emiatt, vagy most csak fáradt vagy? Hát, nem tudom, te hogy éreznéd magad. Na, fene se tudja, biztos figyelj. Nem jól, csak úgy kérdezem, hogy mégiscsak úgy játszol, meg adásba vagy, gondoltam, hogy hát ha ez legalább egy kicsit feldob, de úgy érzem, hogy rajta. Nagyon örülök neki, rajta mert marha rég volt a próbálkozom. Tényleg? Nagyon. Mióta? Hát most így nem tudom megmondani neked, de régóta. Vasárnap mikor feküdtél? Vasárnap? Aha, most vasárnap. Hát 4-kor. 4-kor, basszus. Na mindegy, mondani akartam, hogy akkor de kár, hogy kihagytál minket, már most egész jó műsor. De mikor indultam el, akkor láttam a nappaliban, hogy ott szerepeltek. Amikor indultál? Aha. Ja, este 10-kor vagy 11-kor, igen. Na, hát ott kellettem, ott jöttem, mentem és láttam, hogy... Na jó, hát egy kicsit jobb kedved lesz, jó? Na. Figyelj. Oké. Okay. Egy kicsit frissebb leszel. Na, Zsolt, így szól az első kérdés, dedikált Egér alá tétel. Melyik testrésze nagyobb az átlagosnál a regényhős Cyranónak? Nózia. Igen. Mehetünk tovább? Igen. Dedikált, mit adunk? Szagyor. Szagyor? Vagy egér alá. Egér alá tétért, így szól a második kérdés. Melyik hazai fizetőeszköz? Melyik hazai fizetőeszközt váltotta egykor a pengő? Melyik hazai forintot? Nem, a pengő mit váltott? A forintot, a forint váltotta a pengőt, a pengő mit váltott? Akkor koronát. A koronát, így van. Kapkodtál egy picit, látod. Egy picit elkapkodtad, igen. Pedig ment volna, Zsol. Ja,
Nem ment ez rossz. Nem ment, igen. Nyilván, de nem ment. És tök jó arca. Jó, hát sajnálom. Ettől most akkor biztos nem lesz jobb napot. Köszi. Köszi. Ciao, hello. Ez volt a hármasugrás a Morning Show-val. Készülj a következő megmérettetésre. Na akkor mégse nekünk a legrosszabb ébredni az országban. Este 11-kor felkelni. Felfoghatatlan. És 11-kor így nyújtózkodsz egyet, kimész a nagybanira, bevásárolsz, kiviszed a többi helyet. Az azt jelenti, az életed nagy részét, amíg legalábbis ezt a munkát csinálod, a sötétben töltöd, mert nappal alszol. Igen. Nem? Tehát nem vagy nagyon fényen, meg nem nagyon vagy világosban. És este pedig szépen fölkelsz, és mondtad, hogy ez egész éjszaka sötétben dolgozva. Nem túl vidám. Hát bizonyos tekintetben viszont nyug is. Például nagyon sok taxissal beszéltem már, akik azt mondták, hogy nem cserélnék el az éjszakázást semmi pénzért sem a nappalra, mert hogy ott megőrülnének. Taxisok. Hogy csak éjszaka dolgoznak? Hogy igen, hogy imádják az éjszakát arra, hogy nappal ők nem jönnének be a városba, megőrülnének a forgalomtól, az idegeskedéstől, a stressztől. Jött még egy-két SMS egyébként a parkolásra. Az áruszállításhoz bizonyos számla is jár, ez alapján a parkolás ellenőrizhető, írja egy hallgató. És a jogszabály kimondja, hogy az autót úgy kell elhagyni, hogy azt illetéktelenek ne féljenek hozzá, mert ha ebből kár ered, akkor azért is megbüntethetnek, ezt Peti küldte. Valamint azt is írja egy hallgató, hogy az a printer órája hiteles, ami a büntit kinyomtatja, és elküldi azonnal a központba, ott kibukna, ha esetleg hamis az óra. Aha. Ezt Feri küldte. Tehát, hogy amivel téged az fotóznak, az lehet, de ami ő kinyomtatja, az már viszont hangol a központtal, és az viszont ott rendben van. Ennyi, igen. A hallgatók segítségével minden város legendával lesz. Ez fontos, hogy ezért elmondjuk, persze, hogy ez ne legyen baj. Na! 15 éves volt egy népszerű sorozat hétvégén, nagy ünneplés volt, ugye, barátok közt. Közülünk ebben Jani a legszakavatottabb, ezt már csak ő nézi. Így van. Vagy hát pontosabban kénytelen vagy, mert otthon nézik. Így van, egy légtérben élek a családommal. Akik viszont nézik. Tarthatatlan a helyzet. Valakinek mennie kell. Menthetetlen a dolog, úgyhogy erről beszélgetünk, majd találtunk indokolatlan cenzúrát, és felhívjuk Kalamár Tamást, a BK producerét is, hogy a tőle jól megszokott, nagyon helyes, kedves stílusban meséljen a legjobb, legszebb, legemlékezetesebb pillanatokról, mi történt az elmúlt 15 évben, úgyhogy ezzel folytatjuk. 6 perc van pontosan, 9 óra, jövünk a hírek után. Gyereke, megfulladok. Hányan? Gyere, Laci, csókold meg. Sóhajtanának föl egy megkönnyebbült. Yes, tényleg megint felkörögtél egy kis fahéjat. Tényleg, én nem láttam, tegnap utaztam visszafelé. Hát visszafelé. De már fölvettem, megnézlek. Don't try this at home. Milyen volt? Azt nem. Ez, de milyen íze van így nagy mennyiségben? Nem, ez elmondhatatlan. Tehát, hogy így teljesen reménytelen bármit is mondani. Én mondtam neki, hogy egy ilyen mellé egy kis tejbe víz, vagy rizst, vagy valami, de hogy ezt nem érted. És miért kapta? Csigára. Miért kapta? Mert állandóan én vagyok szivatva. És hát aggódtuk, hogy akkor egy műsor kezdődjön már úgy, hogy is egy picit így megmártózik a fahéj tengerben. Az a pokol. Tehát, hogy megfogsz egy kanálfahelyet, berakod a szádra, nem érzel semmit. Ott még nincs semmi. Veszel egy levegőt, elkezdesz köhögni, kiköhögöd a nagy részét, és ahogy veszed a következő levegét, ugye ez apró, sok porszem, ez ugye belemegy a hörgőkbe, meg a tüdődbe. Ott már több levegő nem jön be, és abban a pillanatban jön ez a nagyon durva csípős érzés. Kézzel hazamentem, és bepirosodott a két arcom. Tehát itt olyan voltam, mint aki így elment, nem tudom, hogy hógolyózni, vagy hóembert építeni, én kiütéses lettem végig. Olyan szinten marta szét az ornyák, a hártyát, meg minden. Nem volt vicces. Mondtam neki egy válaszom, melyiket akarja, az Extreme Power nevű szlovák könygázprét, vagy pedig ezt, és ezt választottam. De tetszett, hogy úgy nevet, hogy leestél a székről. Tehát, hogy azért az én nyomoromon azért te legalább ugyanannyira őszintén szórakozó, annyira rögött, hogy leesett az asztal alá. Ha csak a végét nézed meg az anyagnak, tehát, hogy ha végével kezded, és nem az elejével, akkor azt látod, hogy nem tudod igazából eldönteni, ki volt az, aki a fahéjat szívta, mert ugyanolyan könnyes a szemem, ugyanannyira kész vagyok, mint amennyire, csak én mondjuk a rögéstől. Én nagyon vicces volt. De senki ne próbálja ki. Senki ne próbálja ki. Van veszélyes ez a dolog, mert belemelt a hörgőkbe, nem azért csináltuk, senki ne próbálja ki. De nem szórakoztató. Tehát, hogy így nem. De szerintem nézőként nagyon. Döbbenet. Pákot nem láttad, Onyuta Juditként? Nem értem. Milyen haza. Tessék? Onyuta Judit. Ja, jó, Onyuta Judit. Milyen segge van, majd nézd meg. Nagyon jól tartja magát. Ez működik, hogyha valaki csuklik, megijesztik? Igen. Igen? Aha. Csak hát, én csak ezt meg. Várjál, figyelj. Negyedik adás!
Ne ijeszkes, hülye vagy. Na, közlekedési hírek. Lavina hadművelet zajlik az országban. Ugye, hát ez már megfejtettük, mert megkeresem a legjobb megfejtést, hogy mi volt. Laci, keresem meg, Léci, azt a lavina megfejtést, hogy mi volt a legjobb, ami a lavinára jött, hogy tudjuk mondani a hadművelet teljes nevét. Ugye ez egy rövidítés. Így van. De mi megfejtettük a hallgatók segítségével, hogy milyen lavina. Trafi az M3-oson Budapest felé a 203-as kilométernél, ezt Marci küldte, valamint a Budapest-Szegedi út parkoló óra nyári időszámításban ilyenkor kapok plusz egy órát, kérdezi B. Ja, hogy a parkoló óra nyári időszámításban van a Szegedi úton. Aha. Az M7-esen Kanizsa felé a 62-esnél egy sávon lehet haladni, mert a sárgák dolgoznak. Ezt Pityesz küldte nekünk, köszönjük szépen. Gyerekek, nem tudok beszélni annyira csupán. Vizet valaki hozzon már, szegény ember. Az M3-oson haladok Debrecenből Inárs felé, a pályák lavinamentesek, ez pedig ERA küldte nekünk. Ugye a lavina hadművelet lényege az, hogy most folyamatosan fotóznak. Tehát túl vagy egy trafin, jön a következő. Majd megint. Na. És itt van a lavina megfejtése. Jó, megvan, igen, csak rosszat tudott találni. Na jó. Most tényleg hozzon már valaki egy bögre. Nem tudok beszélni. A lavina megfejtése. Lajos, azt videózd, idióta, ne ezt. Ugye ez lett a lavina megfejtése. Ezt mi nagyon szeretjük. Köszönöm szépen. Mert hogy ez egy fedőnév. Aha. Ez egy álca. Az. Arról beszéltünk, igen, ugye? Igen. Igen, de már nem álcás semmit, hiszen mindenki tudja, hogy mit csinálnak. Hiszen mindenki elmondta, hogy miről szól a lavina. Na, BK 15 éves lett, gyerekek, hát ugye... Azt a mindenség. Senki se ismeri el, de mégis mindenki nézi. Ugye tulajdonképpen ez a én nem nézem, ájaj, nem tudom. Ó, hát biztos, persze, én sem nézem, a család sem nézi. Közben 15 éven keresztül vitathatatlan nézettségeket produkál, másfél 2 millió ember ül le minden nap, úgy, hogy még élő emberrel nem találkoztál, aki elismerte volna, kívül Annát, ugye? Mennyi, egy gyakorlatilag csak dacból kérdeznek rá, ugye ez egy tipikus kommentelői szokás, hogy barátok közt, az mi? Mindenki tudja, hogy miről van szó. És 15 évesek lettek gyerekek. Hát azért az egy nagy szó, nem? Egy sorozat életében. Hát is főleg, hogy napi, ugye? Mert hogy amíg heti egyet csinálsz, vagy annak idején a szomszédoktán két hetente ment, emlékezz? Két hetente csütörtökön. Két hetente csütörtökön, és aztán ismétlés, ezt naponta hozni, ezt a számot, az nagyon komoly. Brutális. Igen. Na, ki látta a péntekit? Mi volt? Hát a pénteki az egy ilyen speciális adás volt. Egy rész erejéig visszatért néhány olyan korábbi szereplő, akik jelenleg vagy büntiben. De van, aki még van büntiben? Még megy ez a börtön? Nem. Ezt lebegtetve vannak egy kicsit a zó átvítés valódi értelmében is, mert például Magdi Anyus állandóan visszalebeg a sorozatba, egészen szellem. Érdekes módon. És akkor volt ez a Magdi van Kenobi? Visszalebeget Kenobiként? Megérkezett? Obi van Magdi? Tehát vagy Magdi van Obi van? Megjött Magdi, nincs belebeget? Hagyatkozz az erőre. És hogy lebeged be, vagy kihez lebeged? Ez az, amit én nem láttam, amit viszont láttam, az Géza volt. Kertész Géza. Német Kristóf, így van. Persze, de hogy ő igazából Kertész Géza, Kertész Géza. Német Kristóf. És ő sincs már benne. Egy tópartján él a kedvesével, és egy ilyen kis horgászházba, vagy valamilyen kis turistaházba, és ott látogatta meg őket Bibibá. De hogy Gézát már kiírták a sorozatból? Nem írták ki. Csak elment egy kicsit pihenni. Most éppen máshol pihen. Nem fogjuk tudni csinálni. Még? Gézát, még? Ez azért nem tudok így beszélni a kalamára, mert annyira csuklom. És rendeztek valami nagy partit állítólag, ahol mindenki ott volt. Igen. De ez a sorozatban volt benne? Tehát ez nem, a parti ez külön van. Ők egyébként amúgy is híresek arról, hogy összetartásokat tartanak, hogy vannak hatalmas partik, mindenféle évfordulók, hogy ők gyakorlatilag úgy működnek a sorozaton kívül, mint egy nagy család. És nagyon szimpatikus, hogy itt is ugyanúgy feltűnnek régebbi arcok, mint ahogy például ebben a speciális részben, hogy gyakorlatilag azokat is elhívják, akik valamilyen okból kifolyólag már nem lehetnek ott a sorozatban, vagy azért, mert mit tudom én, például, mint Peller Annánál éppen gyermekáldás elé néznek, vagy Dajcs Anita, aki már nagyon régóta nincsen a sorozatban. És ott volt a fiú, aki lezuhant? Aki lezuhant a széles állú? Lehet, hogy ott volt, de hát neki is sajnos az arca össze. Őt is visszahívták? Nem tudom. Mi van, te már nem nézed? Hát figyelj, megmondom őszintén, hogy túl sok benne a fiatal szereplő is. Irigykedsz, hogy fiatalok, hogy mi van? Nem, valahogy az a régi klasszik vonal, ne igyál már annyi, de tényleg komolyan. Igen. Szóval az jobban érdekelt, amikor a
Hát a régi, régi. Tényleg meg akarom kérdezni azok, a kalamát, hogy miért van ebbe ennyi gyerek? De olyan ez az egész sorozat sokszor már, mint egy ilyen napközi, mint egy ilyen gyerek megőrző, hogy oda kapcsolsz, és ilyen 12-14 évesek van, akik nyilván viszik tovább a történetet. Igen, igen. Hát én régen nem volt. Nem volt ennyi gyerek. A jövőt építik. Így van, majd 15 év múlva így mennyire van. Jó lesz. 10 év múlva ők már nem lesznek gyerekek. Bizony. Annyira kíváncsi lennék, hogy ilyen stábulin, mert mindig halljuk ezeket a PR interjúkat, hogy jaj, hát de aranyosok, de kedvesek, de tényleg egyszer valaki elmondja, ki hajlik el a legjobban, ki viselkedik a legvállalhatatlanabbul, ki mászik rá, kire, kire nyitottak rá női mosdóba úgy, hogy ott neki nem lett volna keresni valója, kirángatott be kit a férfi mosdóba, nem? Tehát, hogy egyszer... Csomagoltál az ünnepi vacsiból. Igen, ki kivitetett magának haza, ki... Nem? Tudok sok mindent, de nem mondhatom. Figyelj, na, tudsz ilyen információkat, hát te már benfentes vagy. Hát, hogy az Anna ott volt a 15 éves buli? Tényleg, téged meghívtam. Na jól néznénk, hát epizód szereplőket ott meghívnának. Nem. De nem egy epizód szereplő, vagy te az. Epizód. Ez igaz. Nem voltam ott, de tudok róla nagyon sok mindent. A torta iszonyú klasszul nézett ki. Képzeljétek el, a Mátyás királytérnek a bejárata volt. Aha. Azt is tudom, hogy csoki sepres volt. Tudod, milyen klasszul nézett ki? De ezeket honnan, a Csekkától, vagy honnan tudod? Hát akár. De nem adom ki az informátoraimat. Benfentes információid hát vannak. Nézd oda. Ki a vonalad? Nem, hát dehogy milyen, hogy volna. Mi nagyon sok emberre jobb vagyok a produkción belül. Azért érzed az Annát, hogy azért itt is van, de azért oda is betartja, hát ha egyszer még kell egy ilyen kis statiszta szerep. Második hát, családom. Visszaimna. Hát a pirost is imádom, a Böjte piros. Ő a sajtos Tamás. Egyébként. Tamás, milyen Tamás? Kalamár. Ja. Ja, aki már most ja, ja, aki már itt is van a vonalban. Tamás, hello, jó reggelt. Hello. Hello. Kicsikét zajosak vagytok, köszönöm, na. De viszont azt tudod, hogy miért csuklasz? Na miért, emleget? Ajjaj! Úgyhogy akkor most már ezt tisztáztuk. Na most egy dolgot azért hadd mondjak el, nincsen annyi fiatal szereplő, és egyáltalán nincsen több, mint amikor elindultunk. Csak hát nézni kell a sorozatot, és akkor hozzászoknál a fiatal arcokhoz is. Hallod, Anna, már nem menekülj ki a megszólalásból, ez neked szólt. Ez neki régen, szól, ez neki szól, igen. Ilyeneket csináltok még, hogy bemegy az ajtón Józsi, és kijön az ajtón Böbe? Ez van még? Volt rá példa, hát időnként megesik, hogy ne, de hála jó Istennek elég ritkán. Mondjuk erre a Józsi Böbe is ilyen nem változhat a példa. Nem, sose volt. Hány szereplő volt összesen, azt valaki fejben tartja, hogy ezt tudod nagyjából, hogy körülbelül mennyi? Most nem a statisztikára hát gondolok. A legutolsó számolásom az olyan 6-700 körül volt. 6-700, te jó Isten! Ez a 15 év alatt. 6-700. Figyelj, és egy ilyen bulina forgatókönyvírók is ott vannak? Mert hát azért egy nagy feladat az ő részük is. Ne feledd, ők maguk csak olyan kb. 30-an voltak. 30-an írják folyamatosan a szálakat? Igen. Aha. Nagyon kemény. Ez azért nagyon durva, mert gyakorlatilag nekik ugye folyamatosan kell nézni a sorozatot, folyamatosan tisztában kell lenniük azzal, hogy a többiek mit írtak. Hát nézd, hogyha valakit érdekel az, hogy miben dolgozik, akkor nyilvánvalóan fogja nézni a sorozatot, tehát ez alapvető. Meg egyébként nincs. Mint ahogyha te nem néznéd, vagy nem hallgatnád magadat, akkor te se tudnád, hogy miről van szó. Én néha így se tudom, miről van szó. Janika, erről ne is beszéljünk. Igen. A kezdetekre emlékszel még, hogy volt valami nagy közös nézés, amikor az első mondat elhangzott? Vagy igen. Annyira szörnyű volt, hogy ti sem mertetek nézni? Nagyon jó pofa volt, mert mindannyian állati izgatottan ott voltunk a stúdiónak az aulájában, ahol a nagy partink volt, akkor még külön nagy monitorokat szereltünk föl, hogy majd nézzük az első epizódot. És megjött az első epizód, és akkor mindenki áhítatta a nézt, és borzasztó izgatottak voltunk, és egyébként olyannyira izgatott volt még talán a csatorna is, hogy a főcímünk az nem ment leadásba, csak a második adástól kezdődően kezdték játszani. Kié volt az első mondat? Ha jól emlékszem, akkor Berényi Andrásé. És mit mondott? Jaj, be vagyok fos. Jaj, mi lesz ebből? Nem, hanem a feleségének, Berényi Zsuzsának mutatta meg a házat, ami ahogy a Mátyás királytéri ház, hogy íme, hogy tetszik ez a szép munka. De szép. És nagyon tetszett neki. Képzeld el, hogy aztán hosszú éveken keresztül ott éltek. De ha jól emlékszem, az elején nem is nagyon kedvelték. Tehát volt egy ilyen fél éves felfutási ideje. Igen. Ugye, hogy valahogy nem állt rá a magyar lakosság erre, vagy hogy hát, így ellenálltak. Igen, mert teljesen ellenálltak. Újak voltunk, teljesen új, más stílus, gyorsabbak voltak a jelentek, mint a megszokott magyar tévésorozatok, vagy tévéjátékok. Úgyhogy ezt hozzá kellett szokni, de azt hiszem, hogy sikerült hozzászoktatnunk a nézőket, hiszen azért most már ne felejtjük el, hogy van egy másik sorozat is, egy másik csatornán, ami hasonló stílusban készül.
Nem tudjuk, miről beszélsz. Fogalmunk nem, szóval ez nem az álságosság. Az álságos. Na most egyébként visszatérve arra a kis témátokra, hogy hát ezt nem vallják be. Na hál' Istennek azért nagyon sokan bevallják. Azért még mindig van 1,5 millió nézőt, össze tudjuk hozni naponta. Hát azért az egy nagyon komoly szám, igen. A buliról mesél nekünk egy kicsit, hogy ki az, aki a legjobban, legvállalhatatlanabb buliselkedik. Kit kellett kivezetetni? Kit kellett kivezetetni? Szerintem mindenkit, mert nagyon-nagyon jó lett, mint hallottam. Én eljöttem már úgy 1:30 táján, de hallottam, hogy 4:30 azért még ott buliztak a fiatalok. Azért Vili bácsit megnézném, hogy fejem pörög egy helikopterre, nem? De Vili bácsi állati jól érezte magát, és te is tudod, hogy a vörös bort az szabad innia, úgyhogy az orvosi utasítást az betartotta, és csak vörös bort ivott. Aha, meg hajat mosott a bóléstálban. Azt nem ő tette, azt valaki más talán. Igen. A Tihanyító Csaba belefejelt az akvárium állítólag. Igen, az az rég volt. Foggasztott gupikat. Kitépott négy gupit. A haja, hát majd megmondom a fodrászának. Nem. 5000-ért lenyelem a vitorlás halat is. Igen. Nagyon helyes fotó van rólad egyébként a Fodor Zsókával, aki szintén ott volt akkor valószínű. Igen. És képzeld el, hogy Zsókica nem esett le a lépcsőn, hanem tökéletesen tudott föllemenni. Az a lépcsős jelenet, arra például emlékszel? Ez egy klasszikus jelenet, azt meddig vettétek? Az egy hosszabb forgatás volt? Nem, hát azt szokásos, ezt egy nap vettük föl, és ne feledd el, hogy ott kaszkadőrtől kezdve mindent kellett használni, hogy valakinek le kellett gurulni, csak nem képzeld, hogy szegény Zsókát löktük le ott a lépcsőn. Oké, egy meg volt 8 nap pihenés, utána folyt köv. Egyet volt találkozunk. Hát így igaz. És női kaszkadőr volt az, aki megcsinálta helyette, vagy férfi? Igen, női. Női kaszkadőr. Női kaszkadőr gurult le a Zsóka helyett, és ott terült el a lépcső aljában. Na, és várható-e valami nagy fordulat? Visszatér valaki, vagy valami izgi dolog történik? Hát én szerintem azért ez a pénteki adás, ez nagyon, nagyon jó volt. Nem láttam, bocsánat. Hát, majd el tudom közöttem. Jó, küld el. És, vagy fájalként, most már sokkal ildomosabb. Igen, lesznek meglepetések, lesznek új szereplők is, akik nem olyan újak, akik vendégszereplők és híresek, úgyhogy ők is meg fognak jelenni nem sokára, és hát továbbra is jól megkeverjük a szálakat, hiszen ez a titok. Azt tudod, hogy egyszer engem fölhívtál, hogy szerepeljek bennetek, már hogy bennen? Baláskám, ezt minden alkalommal elmondod. Annyira meghatározó élménye az életének. Ez nekem egy nagyon meghatározó élménye volt. Tudod, milyen szerepet akartál? Főleg azért, mert nemet mondtál. Tudod, milyen szerepet akartál rámosztani? Már nem nagyon emlékszem, de mond. Azt kellett volna, hogy én a Rózsában bulizok a barátaimmal. Képzeld el, és miért nem tetted meg? És ott kellett volna állnom, és jött volna valaki, és azt mondom, hogy jé, ő is itt bulizik. Ja, tudod, nem merted bevállalni, mert nem emlékeztél erre az egy mondatra. Jó, mondtam, hogy Tamás, nekem ez túl hosszú, ezt nem akarom. Ezt nem merem, mert félek, hogy elrontom. Buliznom kellett volna, igen. Na ne baj, Balázs, ami késik, nem múlik. Valaki más megmerte még tenni az elmúlt 15 év alatt, mint Balázs, hogy egy ilyen nagyszerű lehetőséget visszautasít? Ez ritkán. Ez nem volt, nem, vannak, de tudod, ez van, aki azért, mert sznopságból azt mondja, jaj, ez televízió, és azért nem vállalja, vagy azért, mert nem ér rá. De amúgy, aki nálunk szerepelt, az tényleg, az mindenki azt mondja, hogy imádott velünk lenni. Figyelj, és olyan van, aki mondjuk évek óta rágja a füledet, hogy benne akar lenni, de te soha már a telefont se veszed fel neki? Ilyen nevet mondj már, hogy ki az, aki évek óta azon dolgozik, hogy legalábbis statiszta szerepe legyen, ilyen nincs. Hát igazándiból nem, igen, de vannak, akik azért megemlítik, hogy szívesen jönnének a sorozatba. Hogy szívesen szerepelnének. Igen. Na jól van. Oké, Tamás, hát akkor jó munkát kívánunk hát nektek. Köszönjük szépen nektek is, továbbra is nyomjátok az ipart. Köszönjük szépen Kalamár Tamásnak, köszönjük, vigyázz magadra, hello. Ciao. A barátok is producere egyébként, ha valaki esetleg nem tudná. Nem akartam neki mondani, hogy most az indokolatlan cenzúrából leadunk egy részt, mert abba biztos nem ment volna bele, de így, hogy már nincs itt. Így. Egy pici indokolatlan cenzúra. Persze, szerintem az belefér. Lehet, hogy titkon örülne is neki, nem? De sem? Titkon örülne neki. Nem, csak, nem, ismerem, nem. Nem. És ismerem őt, nem. Ennek nem, ez annyira a válogatás a barátok közt archívumából, a muszterek közül. Az elrontott felvételből meg sikerült megszerezni egy VHS kopját. Az indokolatlan cenzúra lényege ugye annyi, hogy sipolnak egy olyan mondatban, ahol elvileg nincs is ronda szó, de a síp miatt úgy tűnik, mintha ott a szereplők valami ronda szót mondtak volna. Ezt ugye? Imádjuk. Ez az indokolatlan cenzúra lényege, tehát egy darab ronda szó nincs benne, de mégis úgy tűnik, mintha lenne. Na, barátok közt módra, hogy szól ez? Jó, csak egy-két apró részlet. Nézzük akkor.
Ide figyeljetek, hogy szerencsétlen. Alig állsz a lábadon. Megtaláltuk a kis üveget az erkélyen. Gondolom, jól bepiáltál, mielőtt elmentél b***ni. Ez nem igaz. Ez itt a haverom, Hozé. Hozé kínai? Nem, előző este b***tunk, azért jön a szeme. Mindjárt visszahívjuk dr. Kertész Gézát, aki szíves örömest kiveri a komplet f***t. Nem a f***a fáj, hanem az állkapcsa. Találkozott Géza öklével. Bevert neked egyet? És aztán képzeld, odalépett hozzám egy hajléktalan, és megf***tott. Megijedtél? Nem annyira. Azt mondd meg nekem, hogy hogy lehettél ekkora barom, hogy ide küldöd azt a rohadt f***t? Igen, de a múltkor meg volt beszélve, hogy küldött. Egyedül voltam az irodában, éjfél volt, senki nem volt itt, ott álltam a gép mellett, és vártam, hogy megjön az a rohadt f***. Na jó, tudod mit? Ez volt az utolsó megbízásod. Szevasz. Hülye. Nem, miért nem figyeltem? Az a te bajod, már két kósóval jössz. A rohadt életbe, te meg mi a f***t akarsz? Bocsi, csak a haverémet keresem. Na és útban vagyunk? Hol a f*** van a kocsi kulcs? Beszerzek egy olyan kulcsot, ami fücsül, hogy megtalálja. Meg az kellene, hogy le a Gézut, hogy ne legyen ideje másra. Na, gyerünk már gyorsabban! Nagyon jó. Na, hozod már ezt a szart? Igen, csak egy valami összegubanszolódó. Ahogy gondolod, én kicsit se sírtak. Felülöm akár b***tunk még egy éjszakát is. Többet. Hát, isteni lenne. Csak Zsolt kirúgna, nem érnék vissza dolgozni. Meg a derekam is tropára menne. Zsolt, higgadj le! Ne csináld ezt, légy, jó? Mit? Ne verjem ki a f***t. Attól, hogy leküldted a Lindát és nem látja, attól még utálni fog, hogyha most... Igen, nyárom, b***ni kell, nem pedig kapcsolatokat építeni. Kapcsolat az kell, de hozzám kell asszisztens. Egyébként meg főleg b***ni kell. Te most szórakozol vele? Csak szerettem volna bebizonyítani, hogy ő a tökéletes választás. Ezek szerint ez be is jött. Tudod, mit sikerült bebizonyítanod? Hogy mekkora f***sz fej vagy. Utálom, hogy folyton a gizi miatt nyaka. Lehet, hogy tényleg szartak, és amilyen bolond a nagyapád, rábeszéli, hogy folytassák. Ez mi? Ez? Igen, ez. Mi a retkes büdös f***t, megmondanád? Hé, óvatos, szabadatot fel csizmákban! Na, jó, hát ez volt. Ebből van egy pár az interneten. Egyébként ez csak egy ilyen baráti ronda szó nélkül. Ugye? Hát ebben persze, ez a művészet. Persze, persze. És mikor mutatod meg az indokolatlan cenzúrát? Mert hogy... Egy perc, szóval pontosan 9:30, mindjárt jövünk a nap legjobb pillanataival. 3:10 múlt, pontosan 2 perccel szép reggelt kívánunk mindenkinek. M7-es 102-es kilométerénél Nagykanizsa felé mérnek. Nem tudjuk, hogy lavina hadművelete, vagy csak ott egy ilyen kis trafi, de az biztos, hogy ott van. Hát ha jön mindjárt, hogy a 117-esnél is, meg a 130, akkor lavina. Ha csak egy van, akkor nem lavina. Ha jön SMS még a hallgatótól. Igen. A közeléből, akkor lavina. Ha nem jön közeléből SMS, akkor ez csak egy sejt. És ez egyébként most egy pillanatra komolyra fordítva, hogy nincs ilyen méltányosság, hogyha mondjuk én az első lavinába belefutok 110 helyett 130-al, de a második lavinába belefutok, ahol mondjuk 130-al lehet menni, mondjuk 155-tel, akkor mondjuk a nagyobbat nézzék csak, is azért büntessenek? Nem, hát kétszer tehát hibáztál. Akkor kétszer hibáztál, és akkor... Igen? Aha. Dupla pénz. Hát erről szól, nem? Uh-huh. Most, mert nincs értelme azt mondjuk, hogy jó, hát akkor az egyiket elnézzük, uram, hát semmi. Tehát akkor kétszer 30. Kétszer. Így van. Igen. Azt a mindenit. Bizony. Hát be kell tartani, igen. Igen, ez a megoldás. Be kell tartani. Mondjuk egy betörő egy nap háromszor kirámol valamit, és az egyiknél csak 500 ezeret viszel, a másodiknál 400-at, a harmadiknál meg csak 100-at, akkor csak az 500 után mérjék meg. A többiek megengedjék el. Igen, jogos. Nem, csak kérdeztem, hogy hát van. Na mindegy. Hívjuk a nap hallgatóját. Jó? Ha felveszi, akkor kap tőlünk egy szép kis ajándékcsomagot. Illetve pontosabban, ha felveszi, és mondja, hogy morning show. Ja, a garamit látom itt kószálni, az nem akartam azt jelenti. Szólni nektek, srácok, hogy... Na, majd beszéljünk. Mi van, kell. Csabinak maradt Szabi, nem lehet. A morning show? Az bizony, jó reggelt, hello! Morning show, bizonyám. Nem írtad alá, hogy hívnak? Ja? Aha. Csaba. Csaba, hello Csaba. Illetve, hogy Vili bácsi mondta a barátok közben, bizomány.
Tényleg. Tényleg. Volt, amikor ilyen lazának kellett lenni, és akkor mondta, nem bizonyám, bizomány. Bizomány, te jó Isten. Na, Csaba, azt írtad nekünk, hogy ugye arról beszélgetünk, hogy arra kértük a hallgatóinkat, hogy próbálják megfejteni a lavina hadművelet rövidítését, hogy mi lehet az, nagyon szellemeset írtál, de azt írtad, hogy lavina, kettős pont, Lajos, azt videózd, idióta, ne azt. Hogy ez a lavina hadművelet, ezt nagyon szeretünk, úgyhogy te vagy a nap hallgatója. Oké, köszönöm. Hol hallgatsz minket helyileg? Helyileg most Fehérvár és Pákos határán. Állunk a srácokkal, és várjuk a gyorshajtót. Igen, igen. Válunk a Lajossal. És egyébként kapjátok be, igen. Ja. Ne, tényleg, utazol valami áruszállítás, hogy mit csinálsz? Nem, földmérő vagyok, geodéta. Földmérő, és ott valami építkezés indul, ott dolgoztok? Éppen most egy nyomvonalat keresztül. Nyomvonalat keresztül. Hát sok olyat tudnám mondani most a következő két percben, amit nem értenénk, nem? Hát igen. Ugye? Lenne egy-két szakzsargon. Nekem voltak haverjaim annak idején 80-as évek, akik előszeretettel dolgoztak földmérők mellett, és tartották a lécet. Ez egy nagyon jó melónak tűnt akkor. Most is vannak ilyen srácok? Kicsit átalakult. Vannak, de azért fejlődik a technika, úgyhogy... Na, francba. A legtöbb ember szerintem... Ha kínálunk műszerre, és három lábon áll, előszeretettel szoktak mellettünk lassítani. Pont ezt akarom mondani, a legtöbb emberre szerintem az egész földmérésből annyit vesz le, hogy ti ott álltok három lábúval, lassítani kell, mert azt úti trafi, és amikor közel érsz, akkor látod, hogy vékonyabb a lába, sárga, és valami nem stimmel, mert nem úgy néz ki, mint egy trafi. Igen. Na jó, küldjük neked Csaba az ajándékcsomagot. Jó? Köszi, hogy minket hallgatsz. Köszi. Ciao, hello. Gyerekek, csak nem azt akarjátok mondani megint, hogy az abaházi szabadságom van. Nem lehet. Mi nem akarjuk ezt mondani. De ezt most már tényleg nem hiszem el. Hello, Gábor. Jó reggelt mindenkinek. Egyébként pont tegnap gondolkodtam, hogy lehet, hogy nekem is kéne család meg gyerek, hogy több szabadságom legyen nekem is. És ráadásul ezek mellé meg olvastam egy cikket, hogy aki családban, házasságban él, az sokkal tovább persze, él. Persze, több. Ja, hogy tovább él. Hát nem akarsz. Nem ez vagy. Rátok igaz? Tehát ti úgy érzitek, hogy tovább fogtok élni? Mint te, vagy mint nem, saját magunkra. Jelenleg még anglegény vagyok, de én azt gondolom, hogy nagyon vadul elkezdem keresni a feleségemet. Mondjuk már rögtön most. Hogy akinek családja van, az tovább él. Hát ez egy tudom. Statisztika, ennek szerintem érdemes lenne utána nézni, vagy nem annyira érdekes? Hát minden esetre több szabadság jár neki, ez biztos. Számoljuk már össze, hogy a hányadik hetet vette ki. De most tényleg, tehát valakivel nagyon jobban van a könyvelési osztályon, és mindig várján. Nagyon nagy ajándékcsomókat küld, vagy valakit nagyon közelről ismer a könyvelésen, de hogy ember, ennyit nincsen Szabi, mint a Csabi, és mennyire ment? Egy hétre? Hát én úgy tudom, hogy épp persze, erre az egy hétre ment. Hát két gyereke van. És megy még ezen az évben? Megy még ebben az évben? Rengetős lehet. Hát persze. Jó, nekem is van egy gyerekem, most már utána számolok, várjál. Hát ez nem kéne még egy, szerintem lehet, hogy azon múlik, hogy két gyerek. Hát a Rákóczinál két gyerek van. Neked, hát én nem tudom, hogy a negyedét sincsen, mint amennyit a Csabi. Nem vagyok, de majd megyek még. Tehát ezek után ne szórakozzál. Többenetesen jól csinálja. És ez a titok. Itt hol maradt, hogy elutazott valahol, vagy nem? Ezt nem árult el, ilyenkor sosem mondja. De gondolom, most van iskolaszünet, vagy gyereknap, én nem tudom, mi van most éppen. És emiatt. Igen, őszi szünet. Na, én nem emlékszem olyan három hétre, amikor egyfolytában folyamatosan ő három hetet dolgozott volna. Szerintem ilyen az elmúlt két évben nem volt. Nem? Nem. Zseniális a Pali. Nálunk is őszi szünet van. Az én gyermekem most is otthon van. Illetve is most otthon van. De egy rendes apa, veled ellentétben. Ja, tényleg. Hát ő a szünetben a gyerekeivel akar lógni. Hát ez a titok. Ma Beninek sincsen ovim, ma ilyen nevelésmentes nap van. Itt lesz az ideje, hogy igen. Úgy mondta, hogy Benni, jó, ma akkor szabad foglalkozásom, mert ma én sem foglalkozom veled, igen. Nem, tényleg, Ovi sincs. Nálatok sincs Ovi? Nem, van. Mentek a srácok. Nálunk valamilyen nevelésmentes nap. Hozd át hozzánk a Benni. Beviszik oda. Nem, most átraktam a kerítésen, és benne az Ovi. Az egész Ovi a tiéd, Benni, ötre itt vagyok. Nem, hogy oké, apa. Ma is mentek, csak nehezebb volt bejönni. Az őszi szünet az nem hivatalos, hogy mindig van? Tehát, vagy nem is az, hogy mindig, hanem hogy egy időben van? Hát, hogy nálad az iskola szünet van, ez meg óvoda. Jó, hogy a tiédnél óvodába járnak. Olyan, már nem tudom a gyerekeket. Igen, azt hiszem, kicsit többet kéne beszélgetnetek. Lehet. Vagy legalábbis másról. Igen, más a téma. Na mindegy, jó van. Hát Csabinak akkor nagyon jó pihenést kívánunk. Érezze nagyon jól magát. Nagyon sokat pihenjen. És akkor te pedig jössz a kívánság műsorra. Jó. 555-55-00. Itt tudta Gábortól dalt kérni, mi pedig jövünk holnap 6-kor. Szép napot nektek. Szevasztok. Ciao.